Hello, Szók! Sziasztok! Hello, Jézusom! Igen, hello, igen. Valahogy éreztem, hogy egy üvöltéssel fog indulni. Pedig egy üvöltéssel kezdődnek ezek a streamek. Nem minden összesz! Sziasztok! Hello, hello! Sziasztok! Most... Andi, nem akarsz felvenni valamit? Olyan pucérnak tűnik a karakterem. Mondom ezt én Kingával együtt. Van rajta ruha. Várjatok, van rajta, várjatok, van egy kukás mellé. Közkívánatra, játsszuk úgy a játékot, hogy nem némítjük le magunkat, jó? Mi? Mert hogy amúgy... Tehát, hogy folyamatosan beszélünk? Folyamatosan beszélünk. Tehát akkor úgy, ahogy szoktuk csinálni. Igen. És kötelező az elején felolvasni, hogy mi vagy. Mert úgy fán. Igen. Egy imposztor van közöttünk, emberek. Hát jó. Ijjúj. Ijjúj. Van közöttünk egy? Hello, hello. Aranyos imposztor. A közben is meg tudnak ölni, miközben csinálom a küldetést? Bármi, persze. Miért nem egyszerűen hát elvágni? De még nem a legjobb. Nem akkor elvágni valaki nyakát? Vagy kicsavarni? Csinálnál, Dávid? Tehát akkor milyen neked fokos? Van most indokod elvágni valaki nyakát? Na nézzük csak. Olyan deja vu-n van. Várj, én a felsőt csinálom. Ne, ezt már csinálták volna. Miért nem megyünk? Miért nem megyünk? Andi, jaj. Ezt beütöttem. Én megyek, hát arra mondod, hogy nyíl, Dávid, mi az? Felső készen van. Helyesen másik irányba van. A lentinél vagyok. Jó, de nekem ez írjátok, csináljátok meg. Ez csináljátok ilyen, meg. Annyira rossz. Várjál, várjál, máshol. Jó. Oké. Okay. Megoldottátok akkor ezt a problémát, király. Megmentettél, Dávid. Megcsinálni azt a dolgot, amit az az 1-2-3 és ilyen körök vannak ott. Igen. Rájöttem, hogy kell megcsinálni, úgy kell megcsinálni. Bezárulott az aj... Mi? Lehet, hogy szellemek is vannak itt. Bezárulott az ajtórám, és nem tudok kimenni. Én sem bírom kinyitni. De ezt tudjátok feszíteni azokat az ajtókat. De idáig ilyen itt nem. Igen, hogy kell megoldani? Bence, miért szalad cél utána? Nekem is itt van, fent a navigation-ban. Érdekes. Sziasztok, skacok! Nagyon szépen köszönöm, látom, hogy folyamatosan külditek a gyilkos, lebuktál! Név szerint őket tudom, ki a gyilkos, elmondhatom! Itt egy test! Nem szabad elmondani, csak riport. Most attól szabad csak beszélni, srácok, ezt a játékot így kell játszani, jó? Innentől kezdve beszéltünk most már egymással is. Gergő a gyilkos? Én elmondhatom, én látom. Szerintem Gergő volt az. Hallgassuk meg, na, néztem a kamerán. Gergő után ment Bence, mivel Gergő haladt Bence, az lebuktál. Láttam, én is Bencét láttam el amúgy. Én nem találkoztam Bencével. Én sem találkoztam Bencével. Miért nem szavaztok? Hát Kinga találta meg a holttestet, én a közelében sem voltam. Én skippelek, mert láttam. Jó, hát én is skippelek, én sem tudom. Most kire szavazzak? A vadra. Mindjárt, ő találta meg a holttestet. Júj! Nem áll! Miért? De halljátok, hogy köszöntem is Bencének. Szia Bence, miért jössz utánam? Nekem is itt van... Törte ki a nyakamat. Se hallottam amúgy. Ezekről a kamerákról megfeledkeztem. Igen. Hát. Egy következőnek le fogom verni a farról. Jaj, de jó. Köszönjük csillagokat közben, Luca, neked is. És Benedeknek is jó játékot. Köszönjük szépen. Hoppá. Köszönjük szépen. Szeretj Mártér. Köszönöm, igen, ma van a 12. szülinapom. Jéj, boldog szülinapot neked, édes! Hogy is van Eda? Boldog szülinapot. Ma van a szülinapot. Elfelejtettem, várjatok már. Hát, pedig én ma van azt a szülinapja. Ja. Ezt a dalt a Szafikától kapja. Ezt neked... Nem, na mi van, ezt neked, ezt neked! Adjuk inkább, jó? Majd a nagyon inkább. Furcsán áll. Szia, Andi! Na, hogy kell megcsinálni kell csinálni ezt a körös? What? Azt én nem tudom, hogy kell megcsinálni. Oké. Gyöngyi. Akkor kell megnyomni a gombot. Gyöngyi. Amikor elér. De melyik gombot? A mellette lévőt. Ott van alatta egy ilyen sáv, vagy... Esküszöm, próbálkoztam azzal. Nekem sikerült. Ajaj. És nem haltam meg. Tök jó. Feladatok, és hogyha előrébb vagyunk, akkor sem Kinga, tudjuk megcsinálni az összeset, úgyhogy... Igen, de Gyöngyivel mi történt? Inkább a gyanús mozgásokat kéne megfigyelni. Valaki meghalt. Ez egy Dávid? Mielőtt Gyöngyit manusítottátok, ki ment kajáért? A kajáért ment. Azt láttam, hogy itt izé áll. Én nem tudom, ki volt. Gyöngyi áll középen, Andi viszont tényleg a feladatot csinálta is, hogyha... Meghalta. De várjál, Andi nem lehetett, mert ő csinálta a feladatot is, hogyha... Mondjuk lehet, hogy csak eljátszotta, hogy azt a feladatot csinálja. Igen. Egyértelműen én voltam. El akartam magyarázni, hogy lehet megcsinálni azt a feladatot, amit nem csináltam meg.
Igen. Én most fogalmam sincs, hogy kire szavazzak. Az a baj, hogy... Bejünk. Nekem sincs. Jó, én skippelem. Én sincs. Nem most tudom, hogy csak megtaláltam Dávid holttestét. Én még... Nem látom akkor semmit. Mit írtatok? Én kiszavazom Gyöngyit azért. Legyen a Gyöngyi. Viszont végig kell várnunk, mert nincs. Ne! Gyöngyi. Amúgy tuti Gyöngyi volt. Gyanús. Lehet Gyöngyi az. Kiment a kajáért, csak közben megjön. De Gyöngyi, most itt állt. Elhagyott osztály határait. Jó, igen, tényleg. Gyöngyi kajáért ment. Hogyha ebben szólhatok a védelmére, kajáért. Aha, hát én hogy mondtad az előző őt. Alkalommal? Összedolgozik az asszonnyal. Dávidot megölni? Ki kinek van a legnagyobb? Igen. Na, ez így jó. Én viszont akkor lehet addig gyorsan beolvasnám, amíg kajázik. Uh-huh. Köszönöm Hannának, Rózsának, Fridinek, Szabinak, Linának, Attilának, Kiarának, Mártának, Janinak a csillagokat, illetve a többieknek még a rengeteg megosztást. Nagyon szépen köszönöm, skacok, tényleg. És most ugye nálam adománygyűjtő nap van, szóval ezek a csillagok majd mind mennek tovább a menhely számára. Illetve, hogyha szeretnétek úgy adományozni a menhelynek, hogy nem vonja le a Facebook a saját százalékát, akkor van egy streamlabzós link lent a leírásba, és akkor 100%-ba megkapjuk az összeget, amit küldtök. Cuni napi csillagok. Zsákba vigyétek el. Hát akkor senki nem beszélek. Igen. Ezért jöttél! De Gyöngyi, te magadra szavaztál! Gyöngyi. Hát nem tudtam, hogy ki az. De hát most is senki! Magad? Azt hittem, én vagyok. De amúgy itt vagy, élsz. Igen, nem rakott ki senki. Igen, azért, nem, mert kiszkippelték is, meg... Többen szkippeltünk szerintem azért. Volt problémák a behozatallal, mert... Az importtal problémák volt. Senki nem tudom, hogy ki a hajtót, mert kiköpették. Se nem működik a kód, mert nem működik, szóval ez valami nagyon érdekes. Hol lenne ennyi levél egy űrhajón? Hát bevitték a cipőtalpon. Amúgy ez olyan rossz feladat, mert azt kétszer kell megcsinálni, az nem csak úgy van, a hogy... A wiringet meg sokszor háromszor. Igen, igen. Van, a wiringet háromszor kell. Az nagyon uncsi. Én megyek az admin-ra. Közben szellemkézzel intéztem. Jó. Én meg vagyok mindenemmel. Én is mindjárt. Innentől kezdve pedig azt hittem, most fogok meghalni. Kártyát lehúzok. Aj, ez nekem nem megy. Nem igaz. Nagyon ezek csöndes ez a gyilkos amúgy. Összeakadok. Igen, egyébként nagy a csend, nagy a csend. Nagy a csend, és vajon ki lehet az? Lehet, hogy valaki a szabályok szerint játszik is csendben van? Szia Kinga. Hi. Amúgy azt hiszük, hogy lehet így is úgy is játszani, szóval én tökre értem, hogyha valaki csendesebben, meg valaki persze. Meg nem annyira csendesen szereti játszani. De mi nem azok vagyunk, akik csendesen szoktak játszani. Mi folyamatos rádió kapcsolatban vagyunk. Úgy érzem, hogy jó, hogy már itt lehet gyanúsítgatni a másikat szerintem, egy csomó vitális pillanat kimaradt volna. Megyek az utolsót megcsinálni. Én is. Te is? Jó, megcsináltam az összes feladatomat. Ne! De gonoszak vagytok. Mi ez a common szabotás? Leselkedett, megjön egy kukkoló lesz. Szerintem Kinga az. Miért lenni? Én. Oké, megcsináltam. Nagyon gyanúsan megálltál, és ahol ez látom, hogy van egy kukkoló. Megcsináltuk. Ja, jó, minden meg kell még engedte itt csavargatni. Minden feladat kész. És azért leskelődő lettél, de. Menjünk Gyöngyi után. Én mi jövök, megmutatom, nézzétek, mi van itt, figyeljetek. Ez mi van? De hol áll? Igen? Elakadtam. Hol a kamera? Én is megnézem. Amúgy, ha most tippelnem kéne, én biztos, kamera? Hogy... Van kamera? Persze, igen. Azért láttam, hogy te hol? Vagy. Hol? Lebukszál. Lebukszál? Nem tudom megmutni. Lebukszál. Jó, többet folyosón nem gyilkolok, ez a kamerára tényleg jól rá lehet látni. Te jó, azt az egész. Azt hiszem, hogy ő itt nagyon kis csöndben volt, meg megállt. Viszont ki nem csinálta meg a feladatait? Én. Hát nem akkor nem szeret, csak kamerázol. Hát lehet, hogy nekem. Igen, még először szellemként is megcsináltam a feladataimat. Kinga, neked most éppen hol a feladatod? Hát ölni minket. Nekem még van egy. Na, hogy és mi, azt megölj mindenkit? Mit? Nem, a navigationben van. Az a baj, nem is tudjuk megnyomni a gombot, mert én nem tudom, hogy ki az. Egy embert elejtett. Egy ember. Bence nagyon közeledik hozzá, mint egyre közelebb lép. Csendet figyelt. Melengeti a kezét, de hallom. Gyöngyi! Sziasztok, csak benéztem, amíg ebédelek, utána megyek dolgozni. Ez a játék zseniális. Köszönjük szépen. Szerintünk is, mi is imádjuk. Ja. Ó. Hát ez be van zárva. És itt egy Kinga. Ó, Isten Kinga! A gyakorlat gyakorlat! Úristen!
Levágja a fejét. Egyébként... Elmúlott, hogyha... Most már akkor fixen tudjátok, hogy ki volt, ugye? Igen. Nem látom, hogy Dávid mellett ölt meg engem is, Dávid azt se vette észre. Mi az, hogy Dávid mellett? Ott sétáltál el megint a hullám mellett. Andi, annyira átlátszó vagy. Igen. Andi, én már rég halott voltam. Engem is már nagyon rég megölt. Mikor láttam. De én ott voltam szellemként, mikor téged megölt. Tehát engem ne hibázz. Akkor nem tudom, ki volt ott, de ott volt még valaki. Akkor lehet Gyöngyi volt, mert sárgát láttam. Az én voltam. Akkor Gyöngyi volt az. Én csak azért láttam, hogy sárga színű. Bocsánat, Dávid, azt hittem, mert olyan sárgát. Amúgy Kinga az ebetűvel is tud gyilkolni, az gyorsan. Ja, igen, mert ott van egy jelzés. Amúgy látjátok még a játék elején? Úgy teljesen csöndben. Csak úgy egy, mit tudom, a végén, vagy nem tudom, valamikor. Az jó lenne, hogyha teljesen csöndben lennénk, én szeretem a csöndet. Én is. Jó, 5 percen keresztül nézzük egy nap. Csönd király stream. Csönd király. Na, én is megyek itt megcsinálni a Gergő küldetését. Ezt eddig még nem kaptam meg. Amúgy, hogy kell csinálni? Dávid, ezt most AB pluszos lett a vércsoportom, srácok. Na megnézem megint, hogy... Megváltozott, what? Azért ez elég brutális. Micsoda? Mi? Itt le lehet szkennelni magadat, és azt írtam, hogy AB plusz. Nekem is az lett mutkor. Jövök Kingával az elektromos szobába, ahol Dávid áll. Ha értem, mit kell csinálni! És Gergő, neked ez nem lett? Nem szeretnénk, hát, srácok, nem az nézői oktigén. Játékot ebből a játékból, mert kommunikációra van szükség, és... Full káosz lenne, meg unalmas, hogyha csetem. Megyek az alsó, jogatnánk egymásnak. Megyek a felsőhez. Itt van Dávid. Gyöngyi, te a kameráknál állsz? Nem, már jövök el. Én is én csinálom a felsőt. 4, 3, 6, 4, 5. Oké, égnek. Ez a tökben van, és nem Gyöngyi kezében. Ja, már nem is kell jönni. Megmentettük a napot. Oh, oh, yeah! Adminnál van feladatom. Itt egy... Andinál van feladatom? Itt egy hullám. Hát csak nem egy döglött Bence. Meghaltál Bence. Én megint amúgy nem láttam senkit, aki gyanús lett volna. Még mielőtt leszűrnénk bármi következhet, most látod? Te vagy az. Hol láttuk utoljára Bencét? Én nem is találkoztam. Én nem találkoztam, én balra indultam. Jó, én skippelek. Én sem tudom, hogy ki volt. Hol találtátok meg a hullámat? De érdemes lett volna akkor fent jelenteni a Bence hulláját. De én találkoztam Dáviddal, ő nem hiszem, hogy volt. Nekem Kinga furcsa, mert egymás mellett szaladtunk, és ő elment a hulla mellett. Én nem is vettem észre a hullát. Igen, de Kingától ezt elfogadtam. Nem volt olyan közös, hogy észrevegyem. Hát jó. Ezt kipeltem. De egyébként... Azért, mert elment mellette. Jelenteni holttestet akkor lenne értem, hogyha van valami sejtésünk, hogy ki volt. Mert jelenteni akkor egyből tudunk. Nekem felugrottam a riport, és azt hittem, hogy Gergőt kell riportolnom, és nem értettem. Miért? Mert felugrott a riport ott jobb oldal. És nem tudtam. Szerintem jelenteni mindig kelljen a hullát. Tehát nem, szerintem is. Ez jó, de amúgy ez tök praktikus, hogyha a hulla ott van, és gondoljatok be, hogyha mondjuk az oxigént szabotálják, akkor nem tudsz szavazást összehívni, viszont a hullával meg tudod szakítani az oxigén problémákat. Mit nézel? Most fogom befejezni az utolsó feladatomat. Nekem még van 2, meg még le kell engednem a leveleket. Jó, én... Jaj, de nehéz ez a memória játék. Meg az iskolatáska. Az nagyon nehéz. Hola Antonio, hello, hello. Ah, mit csinálsz? Jövök ide a navigationbe. Én is. Én is. Kábelrendezés. Mit van? Ugyes voltam, anyu. Lol, egymással szemben vannak. Már csak egy feladatom van hátra, srácok, utána kijutnak. De miért az valaki megint nem szeretné oxigén. Jó, én a felsőt fel megcsinálom. Akkor én megyek az alsóhoz. 2, 9, csak azért menjen valaki más is. Jó, én megcsináltam a felső, megvan. Nem tudok ide bejutni. 1/2. És mindig rossz irány van. Megyek. Oké. Vagyok én is. Megvan. Megcsinálom akkor az utolsó feladatomat. Ó, de ide nekem úgy is kell jönnöm. Nekem már csak egy küldetésem van hátra, és nem szeretnék most meghalni, jó? Ezt így mondom, hogy az utolsó... Gergő! Aj, de az utolsó, az 2 lépésből áll. Amúgy mi van, hogyha megoldjuk az összeset? Hát gondolom, megnyertük. Sose fog kiderülni. Amúgy, még sosem leürítem a szemetet. Hatan vagyunk. Igen. Oké, kész vagyok az összes feladattal. Nekem és akkor valaki el se kezdte, vagy mi? Mert hogy ugye van egy fent egy teljesen nem betöltött csík.
Nekem jó? Még egy feladatom van legfent, oda megyek most. Én is kafetériába megyek, én is. Ide megyek fel. Ez a wiring. Dávid nagyon nem mondja, hogy neki milyen küldetés. Nem áll, meg akarom csinálni! Jó, ez megvan, menjünk az megcsináltam oxigénhez. Megcsináltam én is! Nyert. Ez az. Oh, ki volt az? Ne. Mindet megcsináltuk és ki volt az? Ki volt? Oh, hát aki nincs a képen, az volt! A gyöngyi volt. Béna gyöngyi! Úristen, most először! Én voltatok, és ugye nem tudtam gyilkolni, mert még 10 másodperc volt. Végre egyszer az első. Azt mondja, hogy van egy imposztor közöttünk, emberek. Egy már. Te vagy az, Bence? Hát, Gyöngyi. Én vagyok, várjátok, mint mindig. Egy kérdésem van. Ki az? Most csak vallja be. Hát, figyelj, most, hogy így megkérdezted, bevallom, hogy nem én. Nem én. Na, akkor Andi nem az. Már? Nincs oda! Már is? Már? Várjál! Nekem. Mennyit várjál. Pedig azt mondom, hogy te vagy Gyöngyi. Várjál. Gyöngyi, meg rákoztott áram? Vagy mi van veled? De tényleg? Hol találtam? Nagyon mérges voltam. Lehet egyáltalán ilyen hamar gyilkolni? Várjál. Hol találtuk meg? Hogy lehet ennyire hamar megtalálni? Ki találta meg? Én. Andi találta. Én szaladtam az első feladatomhoz. Az hol volt? Lent, itt a... nem tudom, mi a neve a helyiségnek. Én jobbra indultam el. Én lefele. Ja, én arra nem jártam. Én is lefelé mentem, és nem látom. Lehúzós résznél talán. Ez Dávid lesz. Ez Dávid. Szerintem is Dávid. Nem én vagyok amúgy, ennyit elmondok. De te hol voltál, Dávid? Én se vagyok. Az elektrikába mentem. Nekem ott volt. Nem tudom. Hát szerintem Andi, hát ő találta meg a hullát. Szegény Dávid, amúgy egy kicsit sajnálom én is. Volt bármi nyom annak, hogy akkor ő az? Te vagy az! Nem! Én is sajnálom! De nem ő volt az imposztor, hát akkor nem kicsit se ezt sajnálom. Én azért kérdezem, hogy mi volt? Én azért kérdezem, hogy... Te rögtön tudtad, hogy nem ő volt az. De kicsit sajnálom! Hát nem, én azt akartam kérdezni. Aha. Jó, szavazzatok ki, hát meg fogjátok látni, nem én voltam. Csináljuk meg a feladatot. Bence, megcsinálod? 9, 3, 3, 5, 5, megvan. Igen, én azt akartam kérdezni, én szavaztam Dávidra, de utána akartam megkérdezni, hogy... Hát én futok, mire én csinálom. Semmi! Úristen, srácok, ez nem lesz meg. Srácok, ez kohort. Én most rohantam ide 5 másodperc. 7, 9, 9, 2, 3. Úristen, Isten! Mennyi másodperc volt? Srácok, ez tipikusan a kommunizmus. Koholt vádak alapján engem el. Koholt vádak az, szerintem Dávid az. Igen, én is rászavaztam egyből, amikor mondtátok, hogy Dávid lesz az, de nem értettem, hogy miért. Ez szerintem az Andi. De Andinál ez tényleg furcsa volt a magyarázkodás. Milyen gyorsan megtalálni. Igen, mert lehet, hogy megölt, és utána bereportoltak. Én tudom, ki az. Gergő az. Jó, én nem beszéltek. Gergő az. Okay, egyébként senki sem beszélhet, Gergő? Gyöngyi. Miért? Azért. Kinga, én jöttem oda és mentettem meg az egészet. Ha én lettem egy volna, akkor hagytam volna. Te vagy az. Igen. Úristen, ez... Annak miért értelme lett volna? Hát akkor nyertem volna. Én csináltam meg. Miért csináltam nem volna? Nem akartál ilyen könnyen nyerni. Ah, ja, igen. Úristen, ez nagyon nehéz amúgy. Dalmának van egy tippje, kíváncsi leszek rá. De nem mondja. Nem mondom el. De nem mondja el. Nem mondja el. Jézusom, megint olyan hatodik folyamatosan a szomszéd. Jaj, várj, ezt tartok el. Nekem még van 2 küldetésem. 3. Ki halt meg? Én nem mondok semmit, én halott vagyok, de nagyon hát tudom, de halott nem ragyog, jó? Meghalt. Figyelj, Dávid, megy is rád a mute, majd következő körbe megszól. Szegény! Jaj, jót nevet! Ó, nem tudok riportolni. Emergency! Úristen, hányan meghalt! Szóval mi történt, mert én megint nem találkoztam senkivel! Hányan meghaltatok? Kinga, mit akartál mondani? Kinga? Azt akartad mondani, hogy nem Gergő? Andi az! Andi az! Ne, beire biztosabb vagyok. Andi! Andi, köszönöm. Jó, hát szavazzatok ki! Te vagy az Andi, nem versz át engem. Andi valamit a védelmedre, mondjál. Nem én vagyok az, de hát most mit mondjak, nem találkoztam senkivel, ezért kérdezem, hogy most kire kellett volna. Jó, hát akkor Bence az. Halljuk.
Úristen! Nem én voltam, szóval ezt most elveszítettük. Kinga? Mi volt az indokod, Kinga, hogy szerelmesség? Nem én voltam. Szerelmesség. Mondom, hogy Bence volt. De várjátok, Kinga megállás nélkül más gyanúsítgatott. Miután nem Dávid volt, Kergősz, miért? Ő mentette meg, Kerklasz! Már szavazni is, Kinga, miért mentél fel szavazni? Hogy rám szavaz, igaz? Mondtad, hogy nem, Gergő? Várjunk valami. Igen, én a feketeségbe állok. Én is, én nagy feketben. Nekem, én nem állok itt, de... Fekete. Azt hiszem, az eget, Kinga. Csinálok egy újat. Zsiri, lehet, hogy vádaskodásod. Zsiri! Túlságosan hiszik, én egyedül itt maradtam ebbe a szobába. Nem, hát én is itt vagyok. Én is itt vagyok. Nem látlak titeket. De mindegy, akkor majd... Csinál, Dávid, egy újat. Köszönöm. Igen, már nem enged be. Nem szeretem, átvertek engem. De nem csináltunk semmit, te gyanúsítgattál random. Megvezettek. Nekem is. Dávid, ez megint nem jó. Eddig amúgy jó, hát ez az. Ez a kód. Hát... Jó. Nem adja ki rá. Most már beengedett. Oké, okay, bemegy. Csak várni kell. Nem várom. Türelmes leszek, na. Sajnos nem megy. Amúgy megint valaki, mint hogy ide jött volna, de... Igen, itt van Gyöngyi, látod? Nem, itt pont alatt. Andinak a kutyája. Hirtelen azt hittem fognak, akik csak a zenét hallgatják. Nem igaz. Már mikor leszek én? Oh. Ó, más pont. Pálya? Szép egy... Tényleg ez más pálya. Ez is jó az a pálya. Hol kell mennem? Mert tudja ki a gyilkos. Nálatok ugat a kutya? Igen. Vagy nálatok? Csak mindegy. Számít, hogy tudnia kell. Kinél nyávog a macska? Na, kinél nyávog a macska? Kinél nyávog a macska? Ne. Jaj, ne! Andi, neki megy a falnak, majd egyszer csak elkezd valami reaktorizni, aktiváló, ne? Megyek a baloldalihoz! Hogy tudok kimenni? Be van zárna. Igen, néztem a térképet, hogy hova kell mennem. De hogy kell kérni? Feszíts ki, odaállsz és ebetű. Ebetű. Van a jobb oldali, ne? Oké. Okay. Nem csinál semmit az ebetűre. Bencével vagyunk, szóval ha esetleg megölni, akkor... Nem tudok kimenni. Addigra már rég elástam a holttestet, úgyhogy... Jobb oldalon van egy olyan, hogy use, és ott ki tudod skippelni, vagy mit nyitni a dolog. Hello! Jó. Tehát gyönyörű, feltöltöm a titkos pucér képeimet. Nem az puk! Nem tudom, miért szaladgálok itt a dokumentumokat. Az internet. Ne legyen már titkos. Na srácok, most tényleg ne koholt vádak alapján helyezzetek. Jó. Bírság elé. Téged? Mert akkor most te vagy? Akkor most az lenni. Dávid, de jó, hogy ilyen sokan vagy. Jaj, de megy el a sötét, be a sötét. Itt vagyok, itt vagyok. Akkor én nem engedi ilyenkor? Jó. Andi, neked biztos, hogy baj, hogy ilyen sötét vagy, csak te nyomtad be ezt? Ez mit? Mit? Én 315 fokra kell felemelni ezt. Amúgy most akkor megcsinálod, Kinga? Hát csinálom. Én megcsináltam az összes feladatot. Várj, megyek, akkor csinálom én. Nekem egy fény már fel van oldva, van még kettő valahol. Érdekes, hogy Kinga nem csinálja meg. Igen, amúgy nagyon érdekes, hogy Kinga nem Kinga csinálja. Kinga meghalt. What? Milyen érdekes, hogy nem csinálom meg. Várj. Igen. Akkor, hogyha Kinga meghalt, hol láttuk őt utoljára? Ki volt ott? Bence biztos nem így lehetett ő ott. Én láttam most így szaladjálni. Én sehol nem láttam a Kingát. Kivel találkoztunk ott az adminba? Az adminba voltam én. Szerintem Andi az, mert... Meg én. Ő hívta össze. Ez már. Mert megtaláltam, igen, a hullát. Aztán. Meg Gyöngyi szaladgált ott lent. Várjál, mert... Engem már be! Az végén most... Légy szíves, hogy mondjam végig. Szóval a elektromos cucctól le lehetett jönni, és körbe lehetett jönni, szóval Gergő. De Siti, a talampó nyomozó. Én Gyöngyit láttam. Én csak azért szavaztam, Dávid, mert azt mondta, hogy én vagyok az. Nem vagyok most, hogy ő az, vagy nem. Mi van kalampónyomozó? Ez most nem jött kalampónyomozó, nem jött össze. Hogy lettem én? Ez jó. Pedig amúgy tényleg ott volt Gyöngyi, és úgy rá tudtam volna kenni. Igen, jó, éreztem, mert én nem voltam ott. Miért nem kellett? Az volt a gyanús, mert mondom, hogy az elején ott megállt, neki mentél a falnak, mert egyszer csak aktiválódott valami a térképen. Gyanúsak. Igen.
Egy imposztor van. Én esküszöm, imádkozok, hogy soha ne legyek imposztor. Annyira utálok imposztor lenni. Minden imposztor ezt mondja az elején. Én megyek és jelentem. Valószínűleg megvan, hogy ki az imposztor. Igen, köszönjük a beismerő vallomást. Hirtelen így előtört belőle. De nem szeretek imposztor lenni. Nem, tényleg utálok imposztor lenni. Van valami gyors billentyű a térképen nyitára? Már megerült egy ismét egy Dávid, és nagyon nézett a folyosó végére. Ja, én is oda megyek. Ez mi? Ja, be kell kapcsolni? Csicseregtek a madarak. Ez mi? Ja, eltűntek a küldetéseim miatt. Jön a szabotás, tök jó. Szabotás. Itt vagyok! Én is. Én nem. Csináltam. Megnézem, én nem tudom megcsinálni ezt a szabotást. Eddig még egyszer nem sikerült. Nem csináljuk? Megcsinálod, Kinga? Megcsináltam. Jó van, most már rákförmettem! Tudjad, hol a helyed? Hallottam. Tudjad, hoppá, hol a helyed, azt mondja. Szalampú nyomozó bekeményít. Gergő az, miért? Ott, nem volt ott a szobában. De nem, hát nem volt, távgyógyítás helyett távgyilkolást alkalmazott. Mi van, hogyha körbe ment? De nem! Körbe van! Jaj, na, ne rosszul közöttem össze a kábelt! Már olyan... Dávid ahol... nekem nagyon gyanús, úgy elfutott innen, hogy ő olyan. Igen. Hát ő vagy csak megijedt tőled. Nem, tudja. Gyöngyi, várjál, Gyöngyi! Itt akar engem. Én vagyok a gyilkos, nem megölted volna a fenébe. Szavazzuk már ki! Mert nagyon gyanús lett volna. Szavazzuk ki, és kész, meglátjuk. Várjatok már, megint kolt! Kinga, te miért akarod, hogy ennyire kiszavazzanak mindenki? Igen, ne adj gyanús. Gyanús, hogy te minden, neked mindjárt mindegy lenne, csak szavazzanak ki valakit. Dávid, mindjárt kiszavazzat, ne aggódj. Ne aggódj! Daddy! Ne! Aaaaaj! Feladom! Azt hittem, emellett is elsírtálsz! Valaki tud egy mérges emótot tenni a csetre? Hát én már tudom, hogy ez figyelni. Honnan jöttél ki? Igen, Ágos. Mit hozol felmenségedre, Dávid? Ő jött onnan ki. Dávid. Ne húj már rám, Kent! Hát te ott voltál! Hát tudod, hogy észrevettem volna a hullát. Igen, onnan jöttél ki. Hú, de nagy kiabálás vagy. Na most melyik az, amelyik kiabál, vagy amelyik lákenik? Én Dávid, ha szavaztam volna. De én mondjak valamit a védelmem érdekében. Úristen. Elmondom. Gyöngyi. Valószínűleg megérte Andit. Jött ki. Rám kenel! Te vagy gyilkos, rám keni nézni. Menj már! Menj már! Meglátta, hogy ott van. Gergő szavazott! Én szavaztam! Ne! Normálisak voltak, ki! Azért, Dávid, ez a beszélgetés, meg elneveted, miközben mondod. Meneküljetek! Nézzétek meg, már ezzel kezdődik az egész. Megint értelmetlen halálom volt. Na igen. Én halálom is értelmetlen volt, nekem is se találták a Dávid, menj innen! Nem csinálok semmit, csinálom a szabotást. Szabotást amúgy senki nem akarta megcsinálni? Megcsináltam, csak nem értem, hogy tetszett nektek. Jaj, rossz helyen vagyok. Hát jó az, nem? Én szeretem, ha egy kicsit szabotálják azt, amit csinálni igen kell. Akkor lehet egy kicsit amúgy pihen. Hogy áll a küldetésekkel? Nekem még három wire van, Dávid, és nem tudom megcsinálni. Dávid, neked hogy állnak a küldetésekkel? De nem, most leszek. Tessék! Kettő van még! Nutri! Hol? Volt kis Nutri, hol? Azt fel kellett húzni a kis Nutri. Kész vagyok, siessetek, nem mondom meg, hol vagyok. Jó. Ja, én félek oda menni Dávidhoz. Nem, még én szavazok. Hol megint? Szavazóban. Már megint? Jó, megint én megcsinálom, szabotás. Itt vagyok, ha meghalok, akkor az megye lesz az, aki szabotál ide jön. Gyöngyi jön ide, Gyöngyi Dávid nagyon jön. Dávid most megállt amúgy, és Gyöngyi hát megyek, szabotás. Megyek. Azt mondjátok, nem hogy jelentsük be? A szabotáshoz nem kell megállni. Jó, én nekem az utolsó wire-ömet fogom kötni. Ó, én hogy és Gyöngyi itt van velem egy szobába. Itt vagyok én. Mi? Dávid szabotálta tudjuk a játékot. Dávid annyira szabotált. Én voltam a gyilkos. Dávid gyilkos, ezért ez zárta be a szervert, félt, hogy lebukik. Egyébként voltam. Csinálja már. Úgy volt, tényleg annyira égett a házad. Nem én vagyok, nem én vagyok. Ahogy ráterelődött az egyből. Pont akkor kellett, abban a másodpercben kellett bejönnie Gyöngyinek. Most akkor csináljon más szobát. De várjál, Kinga, te most komolyan nem Dávidra szavaztál?
Én, nem, mikor nem, Dávid úgy nagyon nem kikelt magából, nem, valamiért elhittem neki, hogy még semmi van. Hát de én azért, pont hát azért kelt ki magából. Indított. Hát csak pont azért gondolod, hogy annyira fel van háborodva. Hát én hogy én fel van. Én nagyon jó meccsüket állítottam. Gergő, csinálj most akkor te szobát vele nekem. Lapot. Jó. Állítottál valamit, jaj, vagy semmi? Nem, jó. Imádom. Jó volt. Minden natúr. Ez nagyon jó. Pedig nagyon jó, pont hogy... kinyírtam Gyöngyit amúgy. Pont csak... kinyírt, értitek? És ott volt a legyilkolt hulla. Igen. Hát, elküldtem a kódot. Nézem. Ordasztó. Ordasztó látvány volt, hogy nem tudtam belenni. Ahogy beírom Angélanájam. Hogy... Pont megöltem amúgy. Annyira jó volt. De el kell hallgatni, tudod. Legény ott meg jó, hogy észrevette a testét. Ah, Istenem, hát én szakadok. Imád, pont, érted, pont abban az egy másodpercben, abban az egy tized másodpercben jön a... Ez mi? Ja? Ez a hosszú lineáris. Átrakhatjuk majd. Lineáris. Na melyik? Ki ott a gyilkos? Nézzétek a képeket? Itt lehet. Ja, de... mindenki visszajött. Hát nekem itt van a benzines kannám. Aha. Nekem fel kell menni arra nekem a hosszú folyosóra. A reaktorhoz. Jaj, jaj, mindenkinek a reaktornál Gergővel van dolga. Vagyunk, Gergővel vagyunk a reaktornál. Gergővel mit csinálsz te Bencét is látom itt. Ahogy ilyeneket pont nem kéne mondanom. Miért mondhatod? Miért ezt mondhatod? Már ez a sorba kell rakni a számokat, három... Nekem Gyöngyi már most nagyon gyanúsan mozog, de nem akarok senki sem semmit sem kenni, csak... Helyes. Gyöngyi mindig gyanúsan úgy fel... valahogy így, amikor meg kell, visszanéz, hogy... Itt most ott vagy, men? Itt a hulla! Itt a hulla! Lent a lépcső, és Gyöngyi meg veled! Igen, Gyöngyi meg! Gyöngyi az! Andi, mit Gyöngyi az? Most... Kinga, aki visszament, direkt megkérdeztem. Én... Hova vissza? Gergő, Gergő! Én itt vagyok a másik szállal. Dávid, ha nem te vagy, akkor biztosan, hogy Gyöngyi. Légy szíves! Elmondhatom, miért Gyöngyi az? Gergővel voltam. Gergővel voltam. Várjál, csak hagyd mondjam el, légy szíves! Elmondhatom, miért Gyöngyi az? Majd utána. Andi, az megint rám kemény! Na, mondjátok, hogy melyik ki. Na, most már ezt ne játszod el megint, Gyöngyi! Gyorsan, na. Dávid, 90 szek van! Én fel voltam Gergővel, ez Gergő is aláírja. Ez így van. Mentem le a folyosón, és lent voltam, és ott volt Bencének a hullája. Igen, ahogy de én megértem. Gergő, te láttad, hogy Gyöngyi felment. Mert ez így van. Mondtam, hogy ott van feladatom, aztán tovább mentem. De Andinak visszafordultam, az Andi volt és Kinga. Na, Kinga nekem... azt mondta, hogy a benzines kanna miatt de Andi Gyöngyi... nem adott semmit. Gyöngyi, én már rég itt vagyok a másik szárnyon. Szóval, na, akkor szóval én azért gondolom, hogy Gyöngyi volt, mert amikor elindult a játék, akkor nekem megnéztem a térképet, és fönt a kezdőpontom volt az egyik feladatom. Elkezdtem visszaszaladni, majd Gyöngyi követett, és amikor meglátta, hogy ott van Kinga is, inkább visszafordult, és elindult egy másik irányba. Én azt gondolom, hogy Dávid is megölhette, viszont csak nem csinálta, hogy előttem megölésten a bejelentést. Ezt aláírom, én is megölhettem. Akkor viszont vagy Dávid, mert ő is nagyon piszkos, vagy Andi? Elmondom, sem fölgemet is. Egy kézzel. Nem Gyöngyi volt az. Nem. Akkor meg Andi. Vagy megint Dávid. Én vagy akkor megint Dávid. Vagy Andi, vagy Dávid, de... De annyira gyanúsan mozogtál, Gyöngyi. Jaj, jó, én is láttam azt volna, Gyöngyi. De nem, akkor... de hát amit elmondtam az alapján, te is azt gondolnád, hogy gyilkos, nem? Nem. Jó év, de hát nem így volt, viszont Dávid nem is rám itt, kell. Halljátok, itt mit kell csinálnom? Van egy kép, amin egy polc van, és ennyi. Nem hogy csak dekoráció, nem? Egy üdítőital automatánál vagyok, és ki kell szednem egy üdítőt, de nincsen tutti juice, úgyhogy én nem folytatom a játékot. Mondjuk más pajára hátra. Lábozzak egyre, én saját magamra. Mit csináljak? Ezt a kölcsön nyerjük már akkor, hogyha Gergő nem csinálja meg a feladatot emiatt. Én nem csinálom meg. De jó ez. Én kutya! Antonio mindig azt írja, hogy én vagyok az első, aki meghal. Hát köszönjük a gyilkosnak! A streamert megöli. Na. Antonio a gyilkos. Megyek. Antonio a gyilkos. Jön még valaki? Jön még valaki? Kérdem. Én nagyon messze vagyok. De hát ez fontos! Nem tudom, hogy hogy kell. A lentit megcsináltam. Valaki megy a fentihez, mert 27 másodperc. Én sietek oda, csak pont a másik szobában voltam.
Jó van. Gyors vagy. Gergő? Hát igen. Jaj, de jó volt. Én innentől nem bízok Dávidba, mert én mondtam, hogy vagy ő volt, és képes volt megölni, és utána új bejelenteni a szemem láttára. Ti mondtad így? Uram, én mondtam is, hogy vagy az. És nézd meg. Kalamponyomozó. Annyira kalamponyomozó. Nem, futok fölfelé, mondom, azért eljátszom, hogy nem én vagyok. Nem. És akkor ott volt az Andi, mondom, ó, hát feltöltődött a halálosztóságom. Hát akkor... Egy elv. És miközben az üdítőital automatát nyitottam, a közben ölt meg. Jaj, ez a teknős, ez ide ne lehet menni addig, ugye? Amíg a teknős töltődik. Ja, a teknős ott nyugodtan, ja, ott hagyhatod. Viszont tényleg volt egy olyan küldetésem, és nem tudtam, hogy mi az. Egy kép volt egy polcról, és ennyi. Már? Tutti juice kell. Jó, hogy pont a reaktorban vagyok. Valaki jöjjön meg ide. Nem tudunk felmenni. Jó. De hogy nem, nézd meg, itt az egész brigád megy fölfelé. Hát nem nyílt ki az ajtó. Egész brigád. Ja. Tegyétek a monitorra a kezeteket mindenki. Ja, nem tudok oda menni. Tegyétek! Küldjük az energiát. Jó kívánságokat, jó. Erőt. A feladata. Amúgy mindegyikünknek itt volt feladata? Amúgy lehet. Jaj, innen oda nem lehet menni. Ne, hozzáródik be és itt maradok. Meg fognak ölni. Gyöngyi, te miért jössz vissza? Azért, mert már megbult a feladatom. Azért, mert már. Amúgy így a legbiztonságosabb. Valamelyikünk a menni ebből a csőben. Hogy itt lehet, nézd, hogy egy gyilkosok, szóval én is biztonságban érzem magam. Nem akarok maradni Gergőre. Ne! Nem már! Hát ezt nem jó, biztos, hogy nem lemaradtál. Hányszer lemaradt, és elindult a... Itt vagyok az alsó nálad. Mit van, Andi? Úristen! Miért jöttél ide? Andi. Akkor meg kell védeni magadat. Én tudom, de annyira lehetetlen ebben a szituációban, Dávid. Annyira lehetetlen, tök mindegy. Itt már leégett a ház. Én hiszek Andinak. Miért jött Dávid oda? Mi van, ha Dávid újra eljátsza ezt? Igen. Az és azt beszéltem. Szavazzuk ki Dávidot. Én rá szavaztam. Remélem, Dávidra szavaztatok. De még el is mondta, hogy ő az imposztor! Nem baj, Dávid! Téged nem akarunk ide! Igazából nem mertük elmondani neked. Mi lenne, hogyha te most másik helyen mennél, mint ahol én vagyok? Igazából nem mertük neked, Dávid, elmondani, nem én vagyok. Nem, most már nem. Most már nem tudom. Most már nem ő, mi? 6, 3, 5, 1, 9. Nem áll. Istenem. Mi, ez változik? 6, 3, 5, 5. Jaj, de idegesítő ez. Hú, te mérges vagyok rátok. Melyen, nem sikerült most sem? Nekem se sikerült. 7, 5, 6. Jaj, oké, most már jó. És a másik. A többieknek beküldök Discordra egy képet, hogy ez mi. Anti. Anti! Jééééé! Csak ki lett a gyilvő! De arra miután mondta Kinga, hogy ugye nem Andi az, és látom, hogy már Kinga szelleme jön. Hogy tudta ilyen gyorsan mindenkit megölni konkrétan? Ráadásul én 2 méterre voltam tőled, ott ugrottál hozzám? De mit gondoltatok, mikor hosszú még mondja is, van. Hogy hát leégett a ház ilyenkor? Dávid, hát ez nem baj, nem baj. Azt hittem, a következő körben ki tudjuk szavazni, de nem, túl jó volt. Egyszerűen Mátéban közöttünk. Volt már imposztor. Én nagyon. Én hát persze mondtam. Sőt, voltál most? Nem, ma még nem voltam. Jaj. És most ez ezért, vagy? Igen, egy ezért menj oda Kinga és kezdj el gyanúsítgatni, és utána szavazz ki. Nem, én most Dávidot fogom kiszavazni. Mindegy, hogy ki az. Én megyünk fel. Három feladatom van is fent. Három. Na mi van, nem megyünk fel. Nem megyek fel. Mindenkinek itt van feladata, milyen érdekes. Igen, még ott van egy fent nekem itt. Igen, jobbra fel. Na ne, 1, 2, 3, 4. Hülye kristály, nem bírom összetenni. Én át kell mennem az adminbe. Na, jön valaki, vagy miért nem? Én a laborban. Hogy ott megyek fel. Megyek egy kicsit, nehogy izé, itt maradjak együtt a Gyöngyivel. De itt maradok együtt a Gyöngyivel. Jaj, ne, én is kristályokat válogatok. Na, oké. Okay. Az nagyon jó feladat a kristályválogatás. Ez most milyen kristály? Ugye nem jött be utánam, jó. Jó. Bárcsak lenne nekem is egy szép kristály. Jaj, de jó.
Ez az. Oké, okay, megcsináltam az egyiket, tiétek a másik. Ez itt van. Megvan. Megcsináltam. Én csináltam meg. Nem tudom, hogy semmit nem jelent, de én csináltam meg. Ilyenkor ez nem sokat. Olyan hangosan hallgatja a szomszéd a zenét, hogy megőrülök. Huligánok! Huligánok! Majd a seprűnyél lekötött a sárt. Buligány! Most miért én vagyok? Gergő? Kettő! Egyet jelenthet. Mellett. Jaj, ne, kinyírták a Gergő Family-t. Miért én vagyok? Én Andival voltam. A Gergő Family-t. Igazából ez jó, rólam tényleg a történet, úgyhogy... Ez rólam, az... Véta Mini-t. Gergő, meg a Bence, meg Andi, meg én fent voltunk. Hát, kérdés, hogy jól ment, de... Utána ki merre ment? Az biztos, hogy mi elindultunk Andival lefelé, kifelé, én felfelé, Andi meg bement a kompjúterhez. Hova ment? Igen, itt csináltam a... Volt az a kártyás, be kellett írni a kódokat, ki kellett húzni a kártyát. Gombozás ment. Én nagyjából együtt mozogtam az emberekkel, egy emberrel, egy ember nem láttam, aki nagyon külön mozgott, hogy Gyöngyi, de most ez alapján még nem szeretnék rá szavazni, de... Én sem szeretném. Mindig rám szavaznak, Gyöngyi, és mindig mi van? Hol találtad a hullákat? Hát csak ugye meghalt Gergő is, és ez egy súlyosbított tényező. Várjál, azt mondod, egymás mellett volt. Én az nem. Igen, egymás mellett. Hát Gergőt elő megöli. Én nem tudom, hogy ki lehetett. Dávidra nem tudok. Nem, skip. Hát akkor skip. Skip. Nem tudom. De várjál már. Dávidba biztos vagyok, hogy ő nem. Azt az eget, srácok. Én csak ennyit mondok. Hát akkor az van, hogy nem tudom. Te menjünk a szép felhőket, meg aztán ezt a sötétséget. Skip-ed! Na várjál, és hol találtad meg a hullát? Itt van, megmutatom. Várjál, hogy van, mi van? Várjál, és máshol vagyunk. Itt állunk. Erre kell jönni. Kinga, csináld a küldetéseidet. Ez nagyon tetszik ez a mini játék. Mert akkor megnyerhetjük. Ja, komolyan? Hát igen, de miért vannak a küldetések? C3. Komolyan? Azt miért kell csinálni a küldetést? Én megcsináltam az összeset. Ha nem emlékszel, hogy az elsőt megnyertük, hogy csak megcsináltuk a küldetéseket. Csak az oxigén. Megyek már fel. Oxigén. Én felmegyek. Akkor én lent megyek. Ja, de várjátok, ez most jó. Inkább menjetek többen oda, ahol a Gyöngyi van, és akkor én megoldom ezt az egyedül itt lent. Akkor megyek oda, lent hozzá. Megint itt van ez a kép, és itt nem tudom, hogy mit kell csinálni, Bence. Nekem jó. Megcsináltam, úgyhogy nem kell parázni. Csak kérlek, ne ülj meg most, hogyha... Jó. Na, nekem egy feladatom van hátra utána, Léci Gyöngyi. Miért állsz meg a folyosó közepén is nézem? Na, megyek már. Annyira rossz. Nekem már kész vannak a feladataim, minden. Úgyhogy inkább követlek titeket. Gergő, rá tudsz nézni? Hát, bocsi. De ezt nem értem, ez meg ott volt a fejemet. Éppen kattintottam volna a riportra. Srácok, várjál. Gyöngyi megölt, és abban a minutumban be is jelentette. Hogy ezt nem esett le nektek. Hogy ti együtt voltatok. Hát te hogy? Aztán meghaltam. De várjál, Gergő, ezt a, hogy milyen időközönként lehet megölni, ezt tudod, fel tudnád venni 30-ra? Mert nagyon, izé... Azt kérdeztem, Dávid, hogy állítottál valamit? Ja, nem, nekem minden az alapon volt, de most nézem, hogy itt a kill cooldown, az 15. És az mindig 30 volt, mert Gyöngyi egyből meg tudta ölni az izét, a Bencét. Viszont ahhoz újat kell csinálni, nem? Vagy hát nem, itt a fogaskeréknél be tudod tennem. Jó, azért, mert ügyes voltam, átállítjátok, hát milyen játék ez? Nem ügyes voltam. Bence, legalább te láttad a hullámat? Én nem láttam semmit. Ó, lehet a kill distance-et is állítani. Nem láttad a hullámat? Ott mentél a kill distance-et is lehet, hogy lejjebb kéne venni, mert ez borzasztó, hogy Andi 2 méterről gyilkolt meg. Akkor leveszem shortra. Hosszú kezem. Inkább a szál, mert leharaptad a fejem. Jó, levettem. Hát még csak beállítottad elő a gyilkolácsom. Szóval köszi Józsefnek, és megölt, és az, hogy van bejelentek. Életemben nem tudnék ilyet csinálni. Nem vetted észre Kinga hulláját. Krumé. Életemben nem tudnék ilyet csinálni. Hallod, Gergő, te hogyha nem vetted észre Kinga hulláját? Itt öltelek meg mellette, itt. Én nem láttam. És ott álltál mellett, és jaj, Istenem, jó vicces. Innentől kezdve helyszínelni kell. Na, ízé, kalampó, azt az elején is bemártottál. Megért kalampó. Kalampó nyomozó. Jó, Istenem. Menjünk együtt a Gergővel. Nem. Oh, nem. Megcsináltam ezt. Na most. Na most.
Talampó nyomozó. Na gyere, talampó, látom, ki is vagy öltözve talampó. Ergőmenter? Ki van még itt? Megcsinálta. Dandin. Ki van itt? Dandin. Van itt. Ne, kérlek, ne a lights! Az nagyon rossz. Ezt még nem is láttam, ezt a feladatot. Idegesítő amúgy, igen. Hol van? Közben ment a fél. Megyek fel. Persze, megyek én. Már oldjátok a feladatokat? Hát elvileg megcsináltam a lámpát. Én most ilyen izét csináltam, ilyen csontválogatást, meg növényeket. Igen, csontválogatást. Én azt szeretem. Az én most kaptam meg azt először, ezt én nem is láttam. Én nagyon szeretem azt a feladatot. Eddig már mennyit játszottunk? Gergő, te ott mit csinálsz? Feladatomat. Ott mit? Le kell töltenem. És onnan kell elvinnem és feltöltenem. Menj már innen! Csak tuti megint gyöngyi az. Nem én hogy nevet. De csak így szaladgál amúgy. Nézem, hogy ki van. Igen. De micsoda feladat csinálás közben? Mit kell csinálni? Két kezét. A könyves polcnál mit kell csinálni? Menjünk már. Menjünk már. Kinga is. Marad. Menjünk már gyerekek, gyertek már. Megyek. Jaj, rossz itt vagyok. Ne, de miért zártok ki? Amúgy, ja, ez nem az. Amúgy megint Dávid lesz az, mert megint ő mondja, hogy na, mentek, jöttök, na, mehetünk. De mert te elfogy az idő, 20 másodperc. Én megtartom rajta, tartom rajta a barkomat. Melyiken vagy, melyiken vagy, melyiken vagy. Jobb oldalin vagyok. Kész. Vá. Jó. Nice. Amúgy miért csak oda-vissza sétáltál? Ki? Andi. Mit én? Mert nem bíztam meg Dávidba, hogy megcsinálja már. Ja, eljátszott végül is. Jó, oké, okay, nem szóltam, jogos. Az Bence volt, én nem tennék ilyet. Na, az nagyon nagy igen. Volt. Már csinálom. Már csinálom. Na, én az összes feladatot már készítem, úgyhogy mostanában kezdve nehezítsük a gyilkost azzal, hogy megpróbálok valakivel együtt mozogni. Nehezítsük? Gyere velem. Velem, gyere. Hat hamburgert, vagy hogy csak akarod? Legalább három ember kéne. Itt az összeset ki kell szedni az automatából? Most ez komoly. Megyek fel. Megint meltdown. Megyek fel. Valaki nagyon szereti ott. Igen. Miért arra mentek, Gyöngyi srácok, nagyon csendes, meghaltál Gyöngyi? Nem. Én tudod, hogy eltévedek egy egyenes utcában is, úgyhogy... Jó, oké. Itt az egy. Jó, van még 20 szekünk, még nem kell elsietni. A baloldalihoz menjetek. A balhoz? Úristen, de hangos ez a zene! Kiakas, te idegesítő a múlva kiáltva. Amióta Bence ezt eljátszotta, azóta én nem merek egy embert se otthagyni egyedül, inkább oda megyek, hagyjad, a biztonság kérdeje. Hagyjad, Kinga, hagyjad, csinálom! Az nagyon jó volt. Léci, ne járkáljunk már így, vagy nem tudom engem, ezt tudom, hogy így jó, de engem zavar. Sokan nem együtt. Szeretem, amikor követnek. Tényleg legalább három emberet szeretnék együtt venni. Amikor ilyen távolról követnek, azt én ez gyanús. Ez danus. Én is kész vagyok. Mit kell csinálnom? Jaj, nem, még van egy! Még van egy kábel, érted? Nekem is még egy küldetésem valaki, van. Valaki nem csinálja a küldiket, nem? Nekem ja, csinálom. Ja nem, az a gyilkos, aha. Meg vannak egyébként emberek már a tippek chatről, hogy ki lehet az? Mert nekem még senki. Nekem sem. Nekem sem, tehát senkinek, nem most tudom. Suti megint jön, vagy lehet, hogy pont most kérdő az. Iszonyat gyanús, igen. Amúgy. Kicsoda? Na ezzel készen a küldetésem. Nem, nem, csinálja a feladatot. Megint a reaktor. Na, megint a reaktor, igen. Jobb nagyon szereti. Valaki el nem csinálta még meg. Embert is ölnek. Rohan oda, mintha tényleg így fontoskodik. Én nekem itt volt küldetésem, ne aggódjam. Miért nem nyitjuk ki? Fontoskodik, ő az, ő lesz az, segítség. Ki csinálta még meg? Nekem még van kettő feladatom, azokat kéne megcsinálni, csak nem akarom, hogy... Fontoskodik. Kicsit hamar gyanúsítasz emberek egy gyöngyi talán. Igen, nekem ez nagyon furcsa. Mondjuk elég furcsa, hogy pont Andi nincs itt. Mert be volt zárva ez az ajtó. De amúgy itt, hogyha mind együtt vagyunk, hát, így van. Akkor az egy nagyon ijesztő. Gyilkos tudja magáról, hogy gyilkos? Lehet. Én elbújok. Hova tűntetek, skacok? Hova bújsz? Mi az, hogy meg Gergő. Felőzőbe? Mutatjam a feladatomat. A... Elbújsz, de csak a gyilkos tud elbújni. Nem, elbújok, mert... Vigyázz, a... Gyöngyi, te nagyon furcsa vagy. Nagyon furcsa. Csávol van egy én ezt nem. Nem. Kinga, ki, Andi még egy. Még igen, egy feladat, ezt itt kell megcsinálnom is. Jó, akkor ezt most már nyertük. Tehát, hogyha most nem az így... Nem, mert valaki egyből hajtotta. Lehet, ti vagytok, akkor Andi lesz a... De mindegy, Andi, csináld meg és nyerjük meg. Én jövök. Közben jövök. Ki volt a gyilkos? Megcsináltam. Én nem voltam, elkezdtem gyilkolni, mondom az utolsónál. Kipróbáltam. Jaj, te.
Mondom, annak van nincs értelme, mindenki az elején gyilkolgat, de, de nem muszáj gyilkolgatni. Meghagyhattál volna. Látod lent, és mondta nekem, hogy jön, miért gyanúsítgatsz feleségesen, mert megérzés én nekem. Aha, persze, igen, az esetek 99%-ában. Én elvetszél, szerintem mindegyiket eltaláltam, kivételem. Mikor? Andit írták meg Gyöngyit sokan, aztán na, tessék. Rappelek, srácok, na ennyit róla. Másik pályát állítson? Igen. Ahhoz viszont ki kell lépni. Adjátok példát! Még egyet menjünk! Már később, a részletekből. Hát akkor... Az alapja meg a harmadik. Melyik pálya legyen a The Skeld? Vagy a Pólus? Az utolsó. Az utolsó, az jó amúgy, ez tényleg ezt egyszerűen. De az melyik? Az a Pólus? Vagy az a legvég, a legutolsó. A Pólus? Ott van egy ilyen sista, és a legjobb oldali. A legjobb oldali. Jaj. Na. Tényleg? Ó, én ezt nem is. Patrici azt írja, hogy Gergő bebújt a csatorna alá az elején. Nem. Nem bújtam be. Nem. Egyszer sem. Sehova nem bújtam. Akkor lehet rosszul látta. Direkt pedig nem bújtam. Pedig abban amúgy mennyire ízé lett volna. Uh-huh. Amúgy ez így nem működik, nem? Oh, tehát, hogy... Hát figyelj, attól függ, nagyon sokszor összementetek, az volt a baj. Mert a csak azért mondta Gergő, hogy jaj, mert ugye minél több küldetést csinálunk ez meg. Szerintem ezen a pályán nem nagyon jó, mert az a hosszú folyosó, az ott mindig oda tömörülnek be, mert a reaktoros a legjobb, szerintem. Ilyen szabotás. Csapjába. Csak ugye akkor begyullunk abba a izébe. Crewmate. Hát igen. Szrev Máté. Szrev. Ja, nekem fent volt. A kulcsot be kellett dugni, nektek pedig is. Tankolok. Uh-huh. Szalampúnyomozónál megcsinálom. Fent van két küldetés, nem hiszem el! Már de is! Egy picit várhatott volna, csak egy picit várhatott volna, hogy jól érezzük magunkat. Igen. Ketten is jövünk, Bence, vagy mi? Igen. Megcsinálja? Hárman. Hárman. Én is jövök. Nézem közben a térképet. Bejöttem itt a mozgatérítés. Aj, de kapcsolgatjátok! Aj, fúr, édekesítő! Sikerült? Sikerült. Most még egy valami el fog romlani. Igen, én töltöm a pencint. Pencint? Én letöltöm az adatokat. A Wi-Fi-ról. Gyöngyi, te mit csinálsz? A VNR-ról. Most egy új feladat. Igen, Gyöngyi az... Gyilkolászik. Ha megint keneget, Andrea. Az új feladat a csőnek a széléhez hozzád a padás. Mert kenyelek? Mint egy kenyerek? Mit kell csinálni? Lopi. Itt mit kell csinálni? Nem tudom, mit csinálsz ott. Idődett pazarlók. Amúgy imádom, hogy Kinga meg itt mit kell csinálni, mintha látnánk, hogy mit csinál. Idődett pazarlód. Úristen, nekem ilyen... rádiót be kell állítani. Olyan gyanús ez a Gyöngyi mozgás. Egy Gyöngyi meg mindig gyanús, az a baj. Ja, vissza kell térni pár másodperc múlva. Várjál, én megnézem, hogyha már úgyis itt vagyok, megnézem, hogy mindenki... Gyöngyi, ne fuss utána! Hulla! Nem! Meghalt a cián! A cián! Hát ki lehet ez olyan? Jaj, azt mondja, Jézusom! Jaj, Jézusom! Elmondom a részleteket, valaki először fejbe ütött, majd lelőtt. Srácok, észérveket! És le is lőttek utána? Észérveket szeretnék hallani, hogy... Gyöngyi nagyon jött utána, csak szerintem még nem tudott gyilkolni. De igen. Hogy jöttem volna? Én a másik oldalra mentem, Kinga. Tessék. Látom, hogy te már szavaztál. Te kire szavazol? Nem miért? Mondom meg, bocs, de ez titkos szavazás. De! De a legalább akkor én látom magad. Nekem ötletem sincs. Amúgy nekem sincs, én lehetsz kipa. Én egy reakció miatt szavaztam. Amikor Kinga bejelentette a hullát, utána, jaj, ne már! Most rászavazol, akkor megérdemled, én meg rá. Jézusom. Én nem tudom, én most lehetsz kippelek. Én is skippelek, én nem fogalmam nem tudok sincs ki lehet. Annyira, tök jó, köszi. Mm. Nem halsz nem esel ki. Nem hát, esel ki. Én szerintem nem esel ki, nem? De nem. Nem fog nem, kiesni. Mert többen izé. Nem szavaztak rám. Igen. De draw volt, Gyöngyi. Igen, kettő. Nem mondott semmit. Hát a halálom az most hiába való volt. Hű, de örülhet most magának a gyilkos. Igen, én is. Neki mondta, jaj, ennek sem értem, én skippelek. Na vajon miért? De nem tudom, nekem az nem izé az, hogy most firtem felsikoltott, tehát hányszor sikított fel? Lol, de nem így. Én? Nem így. A én? Megy valaki, vagy? Én nem megyek. Én szerintem ez a kör halálra van ítélve. Andi? Mi én nem van? Tudok még menni, mert a légzsilipen vagyok. Melyik, ki melyik oldalra ment? Én balra megyek, balra. Akkor én megyek a jobbra. Én is itt én vagyok. Én már tartom megyek a kezemet. Jó. Olyan, már vége jó. Megcsinálták.
Ez ne halára van ítélve? Kinek hány küldetése van még amúgy? Nekem azt hiszem, hát most itt egyet jelez, ami sárga. Tudja, nekem van még kész küldetés. Vagyok. Nekem még van még egy küldetésem van. Nekem még itt van, Gergő hullája. Mondom, egy küldetés, kibírtad volna. És Andi jött abból az irányból. Én Kingát láttam. Kingát én láttam, és lehet, hogy azért... ...valós hangszínnel beszél, nem bírom. Én a Andi... De én Kingával meg tudtam csinálni az izét. Várjál, akkor nem lehet ő. Együtt csináltuk meg a Meltdown-t. Vagy mi a fenét. Mi? Együtt tettük oda a kezünket. Egyedül maradtam, férfi! Jaj, Dávid. Légy a te kezedben a döntés, hogy ezt most nyeritek. Akkor viszont... Vagy vesztitek. Dávid, az megint nagyon gonosz. De azért rám szavaztál. Egy gratulál. És miért én? Kingára szavaztál. Nem érne. De Dávid, miért Kingára? Mert azt is nem mondta, mert ő gyanúsított. Tehát honnan kellett volna tudnom, hogy Andi? Én látom. Nyertünk. Mert szülinapos ezért. Igen. Szülinnapos. Hozott szó, hogy gyilkol amúgy. Szülinnapos. Most nagyon megkapod amúgy ezt a traitor szerepet. Most megkaptam. Hogy imposztor. Imposztor, nem traitor azért. Na, használjuk helyén azokat a szavakat, jó? Egy imposztor. Már most tudtok sétálni. Ki lehet az az egy imposztor? Ó, itt van most két. Én vagyok. Nektek is itt van a feladat. Mindenkinek itt van a feladat. Mi volt ez? Itt! Valaki. A nagy tömegben megölt egy ember. Jobb oldalon volt! Én voltam, na, bevallom, öngyilkos lettem. Én bal oldalt voltam. Azt látom, hogy nem lehetett. Gergő bal oldalon volt. Egyébként egy csinál lehetett attól, hogy bal oldalon volt. Nem, Gyöngyi, ne kezd el. Ja, aha, jó, akkor. Nem. Tehát az akkor, hogy túl sem hallhatok ott. Hogy lehet az, hogy a kérdéskor? Mindenki ott van egy tömegben, és már ott megölnek egy embert, és elmegy vele, ez a legszomorúbb. Hát de várjál. Hogy... Igen. Gergő az biztos, hogy nem, ő bal oldalon állt, ő onnan nem éve. Hogy Gyöngyi hiába gyanúsítgat, de én állítottam le sortra a gyilkolást, tehát egymás az mellett kell lenni. Úgyhogy ezért csak Gyöngyi. A sort az angolul azt jelenti, hogy rövid. Olyan, mint a mit mondtál, a bugi, a bulira, vagy mi volt? Buláj. Buláj, az. Buláj. Mindenki egyet egyöntetően szerencsétlen Gyöngyit akarja kiszavazni? Szerencsétlenül. Én még közöttet filozofáltam, de hát... Hoppá! Hát. Én Bencére szavazok. Miért? Én ott sem voltam. De várjál, hogyha nem a Gyöngy, akkor kik maradtak még ott? Én, az Andi, ugye, de ő meghalt. Nem, akkor nem. Mm-hmm. Azt mondja, hogy akkor ki maradt még ott? Akkor például még te. De meg a Bence, meg Gergő az ne, akkor meg Kinga. Meg Kinga. Meg te. Bence nem volt. Bence elindult, mert hamar megcsinálom a feladatát. Legalább most már nyugiba tudom csinálni az izéket, a feladatokat. Jó, hogy megyek, megcsinálom a lámpát. Te meg tudod, hogy meghaltál. Én élek. Hol az egerem? Várj, akkor Kinga nem lehet, mert akkor tudta volna, hogy én... Mert ő ölt volna meg. Csinálja. Ne. De jó, hogy ilyen sokan vagyunk itt, jól van. Kikapcsolgatja. Ne húzogasson már ilyen sokan. Miért kikapcsolgatja? Jó, oké. Okay. Ki volt az? Valaki lekapcsolgatta. Kinga, egy csináljuk, akkor nem valaki látjuk egymást. Jaj. Krumét! Krumáté! Na, utolsó két feladat. Amit jó búvóhelyek is vannak, lehet én csak simán elbújok, az kész. Srumáté! Srumáté! Nem tudom, vala. Special room! Dávid, nagyon beszélsz, már nem azért, igen. De... Bocsánat, elnézést, bocsánatot kérek. Már, amint bejövök ide. Megcsináljátok? Az egyiket a jobb oldalinál vagyok, a és megyek, aki ezzel a hídra feljön, azonnyomban ordítom a színét. Színét? Hogy ne is jöjjön ide senki. Ne kerülj a színem elé! Jó. Na jó. Ne kerülj a színem elé! És hogy nem tudom, megcsinálni ebből a villogó gombokból. Logo gomb. Szia, Dávid. Szia.
Most nem áll. Ez nem az annyira... Úristen! Jaj, de jó volt, tesztem, hogy... Tudom, mindig, tehát, milyen esélyes lenne, ha most... És az elején ő majd... Ez csak Dávid lehetett, nem is értem, miért gondoltam más. Nagyon büszke voltam magamra, hogy a tömeg, és mindenki ilyen kétségbe esett, hogy mi? Már nagyon rég elterveztem, hogy egyszer így ki akarok írni egy embert. Meg is nyerted, az a gond. Igen, nagyon szép volt. Gergőnek el is vette az életét. Remélem, Kingának... most nem itt van mindenkinek a feladata, mert szeretném kicsit játszani is. Szegény Andi tényleg. Miért? Nem, igazából nem biztos, hogy direkt volt, hogy őt, csak őt érzékelte legközelebb a gép. Sosem megyek hozzád közel. Hát... De az biztos. Pedig azt hittem, közel állunk egymáshoz. Másfél méter. Ezek után. Csukodjál már. Na. Úristen. Milyen a feladó? Olyan messzire kell menni. Nekem is. Én itt vagyok fönt a jobb oldalon. Ki ment el itt mellettem, mert én térképet néztem. Bence, azt te mondtad? Én mentem el, és vagyok bal oldalon. Én menjem bal oldalra, a kézrátétel megy. Ráment a kezem a tételre. Ráment a kézrátétel. Becsukták az ajtót előtt. Ne, becsa... Úristen, itt rendbe kell rakni a levelet a ládába, meg a kristályt, meg minden. A kristály! Na, valakinek már nem tetszettek az ajtók. Úristen, már csak egy küldetésem van. Easy win, gyerekek. Ha indulnak, vagy így ennyire erősen felém. Micsoda? Semmém. Aha, ki indult? Ja, én beállítottam a termosztátot. Bence! Menjél szépen a másik irányba, kérlek? Nem, én most veled szeretnék maradni. Minden ajtó zárva van. Jó. Igen, hát valaki meg... bezárta az ajtókat. De nem kicsit. De amúgy miért velem akarsz panni, hogyha én vagyok a gyilkos, most bármikor megvehetnélek? Mert olyan jó barátok vagyunk. Most ott van? Beszélj, megyünk videós találkozóra, nézd! Jaj, mindenki itt van. Várjál, megnézem a táblát, hogy éle még. Még mindenki. Te utánam jössz. Nem, állok egy helyben. Egy adat, és amúgy mindjárt nyerünk, és még senki nem halt meg. Még senki. Nekem is ne szóld el. Még ne szóld el. Six lights. Hát ez kit érdekel. Akkor is tudom teljesíteni én ezt. Miért nem? Fix lights. Nem tudom lehúzni ezt a hülye kártyát. Én már itt vagyok. Túl gyors. Ott áll egy na, nekem megvannak a küldetéseim. Na most kinek, húzzon bele az, aki a gyilkos. Kinek van még? Futási. Igen. Kinek van még? Nekem még van egy küldim. Ne, Gyöngyi, menj innen. Úgyhogy lehetőleg ne üljön meg az aki. Hogy rohagálunk, gyűjjünk össze középen, itt biztonságos. Jó, én egy nagyobb összegbe is tudnék fogadni most, hogy amúgy ezt megnyerjük. És nem pedig a gyilkos fogja. Mert te vagy? Vagy ez egy ilyen patikus gyilkos amúgy. Milyen? Nem tudom, hát most már nem tudom mindenkit, nem? Megint fix lights. Most már nem lehetne megölni mindenkit. Én már itt vagyok, szóval ha valaki megöl. Oké. Mit beragadtad? Belecsukva az ajtót. Kinek van még küldetése? Megcsináltam. És ki volt annak a ellenére, ilyen? Hogy megöltek! Halljátok! Annak ellenére, sárcok? Hogy megöltek, le tudtam magamat szkennelni, és most megtudtam, Mária, hogy nullás lett a vércsoportom. Senkit nem találtam az elején! Senkit! Végig jártam a pályán, egyedül Bence ment el egyszer mellettem. És utána nem találkoztam senkivel az ég egy adta világ. Olyan ideges voltam már. Azt hittem, direkt csinálod, hogy nem akarod senkit megölni. Hát ez az egy legbarátságosabb füle volt. Gergő, van egy szoba, ahol ott az összes izi ember, van. Hát édes, én arra mentem volna, addigra már eljössz onnan, érted? Szrev Máté lett a gyilkos. Szrev Máté. A Máté. Pont ő. Máté. Pedig bíztam benne. A kis oszlopot. Azt nézem, hogy innen. Az előző nehéz volt elhinni, hogy tényleg közöttünk van egy gyilkos. Dávid, ne fuss utánam! Bocsánat, elnézést. Dávid, hogyha Dávid a gyilkos, akkor engem öl meg először. Hát, megyek. Meg már engem. Én ezt már megfigyeltem. Persze, azt most megölik, az tizé lesz. Megint én leszek bejelentve, mi? De hogy tényleg mindig ezt csinálom. Hogyha egyszer. Mert mi örök ellenségek vagyunk ebbe a játékba, ez a baj. Ez egy háború. Nem, ez háború. Háború, örök ellenség. Valaki megy? Megy valaki oda? Megyek. Még láttam, hogy két ember meghalt az office-ban konkrétan.
pontot? Két és ember. Hogy láttad? Miért nem jelentetted be? Igen. Azért, mert nem vagyok ott, én a sztoris... Úristen! Mi történt? Jó, hogy... Most nem kora! Egy... Úristen! Akkor ez Dávid. De most Dávid. Álljál már meg! Légy szíves, álljunk meg egy szóra, Andi! Igen. Andi! Ez nem most gyöngyöm? Álljunk már meg egy szóra! Mondjad! Most miért én már megint? Ok nélkül. A lampónyomozó? Már mindig te vagy. Igen? Igen. És neked kell lenni. Na már. Hány ember halt valaki meg? Valaki nagyon nem szeret itt világosba lenni. Amúgy ezen a pályán annyira idegesítő ez a fény. Itt vagyok. Mindegy, én mindjárt kész vagyok a feladatokkal, meg lesz egy pillanat alatt, aztán megy a lecsóba. Miért engem? Andi? Ó, Istenem! Ő telefonon... Amúgy lehet Bence... Itt egy hulla! Jelenj akkor be! Vagy ja, nem láttuk a izétől, fénytől nem láttuk. Milyen Kinga? Nem, mert nekem ember meghalt. Nekem az előző kérnek az ellentétel. Nekem a teleszkopnál volt küldetés. Dávid, ez te vagy, Dávid. Nekem a teleszkopnál volt küldetés, és ott volt Gergő hullája. Nem baj, Dávid, ez te vagy. Nem baj, Dávid, te vagy, fogadd el, kérlek. Andi elmondta, ha én lennék. Akkor persze, engem Dávid. Kinga viszont gyanúsan viselkedett. Amúgy volt egy hulla ott. Jaj, ahol... Dávid, vald már be, legyél egyenes ember. Úristen, Andi! Úristen, Andi! És megölt! Ez Andi. Nagyon ideges! Nem ő volt! Olyan hang nem, hogy gondoltad! Mert Kinga mindig, amikor bűnös ilyen hangnembe beszél, és annyira, hogy elkezdte mondani! Kinga sosem bűnös! Kinga! Ott voltál a hullám körül, csináltad a feladatokat! Nem látja, mert sötét volt! És nem látja! Hát akkor elszaladt mellette háromszor! Láttam! És ott neve... És utána Andi is, hát Kinga gyanús, hát Dávid végig beszélt, Gyöngyi el is szólta magát. Igen. Gyöngyi még el is tudta. Csak konkrétan átjött és megölt, miután kiderített. Az volt a baj, hogy a Gyöngyi reakciójából Kingára vagy Dávidra gondoltam volna. De várjál! Tehát mind a kettőjük emiatt gyanús volt. Gyöngyi, nem értettem, hogy milyen két hullát látott az office-ban. Úgy, hogy két, három ember volt, és utána eltűnt. A Gergőt öltem meg! Igen. Hát pedig Dávidan megint követett volna. És hát azért, mert utána átjöttél hozzám, és megöltél. Átjöttem hozzám. Mondom, utána leesett, mondom, és már megöltél, amikor rájöttél, hogy rájöttem. Igen. Bence! De rossz volt. Kinga! Ez most... Megcsináljátok, mert én teljesen máshol vagyok. Én megcsinálom. Ja, most jó, nem itt vagyok. Az a másik oldal, nem? De jó fejtől, szerintem igen. Én megcsinálom. De már megyek a fényekhez, a fogadjunk, hogy következők azt fogja benyomni. És valamit Istenem! Már is meg? Mi történt? Konkrétan előttem ölte meg! Dávid, ez jó, ez amatőr volt. Ez nagyon amatőr volt. Ez elismerem, itt most én is magamra szavazom. Akkor szavazunk Gandira. Gandira! Miért rám? Miért rám? Miért? Azért, mert nem szabad ilyen túl egyértelműen kiszavazni. Ha bevallja, én nem szavazok rá. Számomra már megbocsájtottam a bűneit, vagy nem tudom, hogy mondjam. Megbánt a bűneit. Ez Dávid, ez nagyon amatőr. Ez az. Andi, töljük meg. Annyira idegesítő volt, mert Gyöngyi elment. És nem visszajöttem. Gondoltam, gyanús, hogy Dávid mégis mit csinál. Ha nem jöttél volna vissza, könyörgöm, annyira szép lett volna. Nem lettek volna ezek a kottyeles kölykök. Még sikerült is volna. Egy imposztor van közöttünk. És még bejelentette a saját gyilkolását. De most már annyira mindegy volt. Gyöngyi, te miért jöttél el ide, aztán azért, mentél el? Mert azt hittem, hogy sárga. Mi sárga? Mi? Hát sárgány ez. Tessék! Meg tudod nézni a... Not there! Oké. Okay. Már is? De Gyöngyi volt meg, úgyhogy akkor nem Gyöngyi volt az. Akkor igen. Gergő az. Akkor Gergő az. Miért Gergő? Azért, mert én jelentettem be. Mert már egyből mondtad, hogy mit csinálsz. Te láttad Gyöngyit, az előbb mondtad. A két hangosra fogok szavazni. Szóval. Én megállt.
Várjál, én felmentem megcsinálni, amikor a leges legelején a baloldalinál a kis repülőt oda kell irányítani az útjára. Gyöngyi elindult felém, aztán visszafordult, én ezt mondtam is. Gyöngyi magyarázkodott, aztán csendbe lett, tehát meghalt. Én nekem közben még muszáj volt a feladatomat csinálni. És mint látjátok, el is indult a zöldség, én megcsináltam a feladatomat. Én nem tehát akkor a miért én vagyok? Én csináltam már egy feladatot. Én is csináltam. Aha, én is csináltam. Oké. Okay. Értem, mindenki csinált egy feladatot. Jó. Gergő, te kire gondolsz? Azt mondtam az elején, hogy én soha nem fogom a saját gyilkolásomat bejelenteni, mert az a legszarabb dolog a világon. Tovább, én nem védekezem tovább. Én nem védekezem tovább. Én csak azt mondom, furcsa, hogy Gyöngyivel beszélgettetek, aztán egyszer csak... És miért beszélgettem volna nyugodtan tovább? Hát, hogy te vagy a gyilkos Gyöngyi, te vagy a gyilkos Gyöngyi. És aztán... Skip akkor. Gergő? Én is skippelem. Jó, hát nem tudom, hogy mi alapján kellett volna Gergőre szavazni. Én se tudom, nem, szóval nekem ez elég furcsa. Abszolút. Nem volt egyelőre, ez még gyanús. Szóval annyira. Andi és Kinga megállás nélkül engem akart kiszavazni. De utána skippeltem. Hát te igen, de Kinga nem. Szavaztam. Úgyhogy majd... Az mondjuk ilyen barát. Vagyunk. 315 fok! El sem tudok számolni addig. Jó, én ezt a kártyát nem tudom megcsinálni. Ami baromi nehéz lehúzni, nekem is ötötszörre. Igen. Került csak. Nem szabad túl gyorsan. Ez egy bedrég. Se túl lassan. Jézusom. Kinga, mit csinálsz? Csinálok küldetés, nem tudom, mit kell csinálni. Milyen küldetés van? Igazából ilyen... ...élnek még az office-ban. Itt vagyunk a labornál Bencével. Nem tudom ezzel mit kell csinálni. Beszkennelem a testem. Status dead. Na nekem milyen a típus? Status. Bad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hogy kell kilőni ezt a rakétát? Nem tudjátok? Hát alá kell pöffenteni. Hogy? Vagy néha a use kell használni jobb oldalon. Na. Hát de az nem csinál semmit, csak melyik millen. Melyik oldalra megy? Nem tudom, megyek a jobb oldalihoz. Én is megyek a jobb oldalihoz. Rajta van a jobb oldali. Én bal oldalnál vagyok. Ha meghalok, akkor az, aki jött utánam. De nem jött senki. Megcsináltam. Én is megcsináltam. Én nem csináltam meg, mert én nem sem. Voltam. Ó, hogy összegyűlt a brigád. Nekem nincsen már több küldetés. És olyan kommunikálni, mert nem fogja a gyilkos benyomni a villanybágot, mert annyira idegesít. Andi? Első mi az? Néztem, hogy lehet itt bejönni. Itt mit kell csinálni? Reboot required, a communication. Kész vagyok. Bennem, Kinga, ne aggódj. Megjön, Gergő. Ezt hogy kell megcsinálni? Mit? Ez uploados. Kinga, ez fel kell nyomni a part. Ah! Milyen uploadosról beszélsz? Bezárt ide? Ja, nem csak a... Mi megy a jobb oldalihoz, vagy én menjek? Fel. Jó, de melyik? Na, nem zárult az ajtó. Én a jobb oldalihoz. Jó, akkor én is megyek. Melyikhez mentetek? A jobb az összes teszkomat. Akkor a bal oldalinál senki nincs? Most értünk fel. Vagy legalábbis én felértem, Kinga, nem tudom miért a másik irányba ment. Azért azt hiszem, onnan kell bemenni. Megcsináltam. Aha, ez nekem nagyon furcsa, Kinga. Az előbb is jön, hogy uploadolni. Annyiszor voltunk már itt, nem már, Kinga. Annyiszor voltunk már itt. Ez fixen, Gergő. Ez te vagy. Jaj, de jó. Senki akar bemártani. Jaj, ez te vagy. Megnyomjuk a gombot, emberek. Ez Kinga. De, és, de miért lenne? Nem csináljátok meg a feladatot. Igen, én megcsináltam minden feladatomat. Dehogy csináltad? Mit vagyok most pont a gombnál? Megcsináltam. Dehogy csináltad? Jön itt. Kinga, miután ott van a képen, hogy Victory, és ott állok rajta, még mindig engem gyanúsítasz. Te normális vagy? Azt mondja, dehogy csináltad, azt ott vagy, Victory, Bence mondja, hogy jaj, nem már, dehogy csináltad, dehogy csináltad! Mit csináltad? Bence, ez közel volt. Jó volt. Most sokat vagyunk, túl gyorsan is. Olyan rosszikol, hogy a feladatokat. Igen, Dávid a jó amúgy, az elején elkezd gyilkolni, ezt néha bejön, néha nem. Igen. Ki nincsen meg? Én? Én engem ebből kidobott a menübe. Jaj, Andi. A replay-re mentem és kidobott a menübe. Nem. Ne! Maradjon ez a pálya. Megint Bence volt. Igen. Maradjon ez a pálya, vagy másik legyen? Legyen az első. Csak az a furcsa, ilyen Y-elágazású, ne attól ki vagyok. Amúgy az tényleg nagyon gázpálya. Ezt nagyon nem szeretem. Annyi az egyenes folyosó, és olyan nehéz rajta bárkit megölni.
De csak azért nem szereted, mert nem tudsz valakit megölni. Hát amúgy mindenki... Nem is a feladatok rosszak, vagy a pálya elrendezésnél, amikor szabotálnak, ott nehéz ölni. Hát mert ez a játék az egyik lényege, hogy ölsz. Számít minden esetben a gyilkos. De jó volt, amikor nagy tömeg beöltödök meg bennetek. Az tényleg nagyon jó volt. Mehetsz. Itt van mindenki? Aha. Szerencsétlen Kingát kiszavaztuk, pedig engem kellett volna. Jaj, de jó, nézzük, na, élettem a gyilkost. Jó. És volt, hogy legeszeg először, hogy Gyöngyi benyomta ezután a gombot. Hogy hát Bence azt mondta. Hát igen, most is gyanús. Igen, nyom meg. Naiv puc vagy volt be. Bence, neked hol lett a sapkád? Tiszta puc. Amúgy van, hogy amúgy nem van, hogy nem úgy mutatja, igen. Nem tudom mi alapján. Nekem Andi, te vagy teljesen pucér. Tényleg? Aha. Helyes. Nekem nem vagyok öltözve rendesen, tényleg. Nagyon helyes. Lányok, legyenek is. És nézel minket Andival ketten, ahogy pucérkodunk. Oké. Na. Annyira rossz ezeket a kábeleket összehúzgálni, olyan uncsi. Ilyen gyilkos ezt mondja. Vagy gyilkolni uncsi, nem? Répülce. Megint az oxigén. Ne is, nem tudom megcsinálni, jaj, de. Itt vagyok a K2-höz. Gergő, te miért rászólt? Mert éppen a feladat közelben vagyok, gyanúsítsál már meg és szavaz rám. Én megcsináltam az egyiket, gyorsan. A jobb oldalit megcsináltam. Kinga nem csinálja a bal oldalit. Dávid lesz az. Megcsináltam a jobb oldalit. Dávid lesz az. A jobb oldalit én csináltam. És tudom, hogy... A jobb oldalinál senki nem volt rajtam kívül. Megöltem Gergőt, ez az! Tényleg itt volt a Gergő mellettem, ahol Gyöngy is, és Dávid is elszaladt. Oh, de jó. Na akkor most ki az? Kinga, szerintem, látom, hogy megölte a Gergőt. Szerintem Gergő a szavazzuk rá, nem is csinálta meg a feladatait. Ó, tényleg. És elkezd engem gyanúsítani, hogy szállt állal. Miért nem ezt megcsinálni? Szép volt azért, jó próbálkozás volt. De miért akkor ölöd meg a mindenki ott van? Nem, mindenki egyre. Nem szeret amúgy imposztor lenni. Én sem akartam ennyi leselkedni. Ja, amúgy mindig annyira izé ezzel a vicca megy, annyira, hogy... Azért gyanús. Mindig, érted, nekem is ott buktatott le, megöltem volna simán a Gergőt talán, és visszajött, érted, vissza kellett jönni. Annyira jó lett volna, mert senki már mindenki elment, és akkor gyönyörű vissza, nekem van itt valami dolgom, semmi dolga nem volt ott. És annyira idegesítő, Gyöngyit kell kinyírni legelőször mindenkit. Azért, mert jó nyomozó vagyok. Nem. Én Sherlock vagyok. Rossz korban, rossz helyen. Nagyon jó helyen vagyok. Tina. Nem? Micsoda? Nem hallottam. Micsoda? Kalapó nyomozó női megfelelője. Kalapó! Kína. Nem Kína. Ja, szinte. Hát én pont nem. Poáró. Gyöngyi, most megint leskelődsz? Igen, leskelődök, és a sztorítva valaki bement. Azért, mert látom azt, hogy egyik helyről hirtelen a másikba hogy jelenik meg valaki. És a kafetériában van a gyilkos. Ki van a kafetériában? De miért te ott nem volt meg? Azért, mert bezártak. A teleportálni senki sem. Gergő volt a kafetériában! És? Itt van Gergő. Szerintem... De miért? Már megint miért? Nagyon gyanús. Nekem ez nem érv, Gyöngyi. Gyöngyi, azért, mert ott voltam a kafetériába? Számomra igen, ez nem jelent sok minden, Gyöngyi. Hall már meg valaki? Gyöngyi, addig nem fogom megnyitni a feladatpanelemet, mert halljátok, oda-vissza járkál! Én ezt én nem vagyok hajlandó megcsinálni. Tessék meg, most így meg el is rontja az O2. Megy valaki? És nem is oda megy? Én megyek. De itt jön előttem, én látom. Na, látod? Engem akar. 0-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 0
most írom oda, be. Csak... Enter. De megijedtem. Bence is ott van. Bence? Miért... És Bence miért megy oda izéhez? Bence? A letölt tepotóhoz. Kell egy szép benzint vinnem még. Ráadom ezt a meteoritusot. Amúgy mindegyikben van ilyen levél lehúzós. Igen. Én most kezdhetem újra. Hát levelek mindenhol vannak. Mindenhol le kell őket húzni. Az ajtót hogy lehet bezárni? Én ezt nem értem. Nem vagyok haladtok a feladatokkal, srácok. De.
Hát be volt zárva előttem. Nekem már csak egy van hátra. Itt egy hullat. Ki? És aha, be volt Kingáj. Hogy lehet bezárni az ajtókat? Hol találtátok a hullát? Igen, ez volt a kamerás résznél. Milyen ez kamerás? Ahol ülteted a kamerákat. Jó, és ki volt ott? Nekem baromi gyanús a Gergő. Bence, mit furcsán beszél, furcsa hangsúllyal, felesleges mondatokat. Várjál már, gyöntjük! Jó, én skippelek, köszönöm. Nem, én nem tudom, hogy ki lehetett bárkinek bármilyen értelmes indoka, hogy no! És miért. Hát én először azt láttam, hogy mintha valaki teleportált volna, de nem vagyok. Gyöntjük, értékezi azt, hogy teleportál. Lehet teleportálni? Hát ez a rácsot használja. Érképezi azt, hogy tudod, egyik helyről a másikra átmegy az ember, de a köztes útvonalat nem mutatja, csak azt, hogy felvillanít. Igen, tisztában vagyok vele, de hogyha a térkép egyik oldaláról a másikra hirtelen bemegy egy ember, úgyhogy a többi helyen ott maradnak, akkor az elég gyanús. Jó, Bence, mit akartál mondani? Kifagyott a képernyőm. Te vagy az? Akkor Bencét szavazzuk ki. Ha már kifagyott, nem. Akkor úgyis kiszavazzuk. Nem biztos, hogy kifagyott. Lehet, hogy van a szavazásnak, akkor folytatódik, csak most ilyen 60 másodperc. Lehet azért, mert te vagy a gyilkos. Nem ja, Bence, szavaz... ez jó trükk. Bence nem tud szavazni most így? Szavaz, nem vagyok benne a szavazásban, én még a játékot látom, hogy az admin szobán, nem tudom én. Na, akkor most nézzek ki a gyilkos. Akkor most 45 szeken keresztül. Kinél van a kés? Hát mi már szavaztunk, csak neked kéne. Ahogyan szavazzak! Miért van betörve ez a képernyő? Igen, a csetbe, hát ha az állókodás volt. Várjál, Bence, te hol álltál? Ajjaj, várjatok már, Bence, hol volt? Bence gyanús. Én nem vagyok gyöngyi, nem csinálom ezt. A kameráknál voltál a kameraszobában? Bence gyanús, lehet, hogy ki se fagyott neki. Lehet, ez is egy terv, egy gonosz terv. Lehet, hogy húzza, tudod, hogy tovább éljen. Eddig mindenkit lebuktattam szinte, azt bevallhatjátok. Nem. Senkit nem. Össze-vissza false advertisement volt az összes. Nem igaz. De tényleg nagyon sokszor izítél. Szímen Csabi. Vagy telefona. Na mi lesz most, hogyha lejár az köszönöm, idő? Amúgy. Most járt le az idő. És Becire szavazott Andi! Nekem gyanús, hogy kifagyott a képernyő. Én miért? Mivel? Ott voltam. Na, találtam. Dávid most már a gyanús. Látod, Gyöngyi így váltogatja azt, aki legyen. Eddig nem én voltam Dávid a gyanús. Na, végre az utolsó feladatomat meg tudom csinálni. Na, de akkor jó. Most már, tehát most már megy a képernyőd. Igen, most már jó. Csak én az adminból kezdtem, ahol kifagytam. Már megint szabotáltatok valamit? Jövök már, ott vagyok. Nem mindegy. A... Remélem azért, hogy meg tudtam csinálni. Aljas rágalom. Amúgy már csak a kutyám rágalom. Követi a hörcsögödet. Hol vagytok? Ez a szép pacak. Kész vagyok. Akkor... Ennyi már halott. Akkor ez meg... Nem. Ennyi halott. Bence az. Szerintem. Mert? Azért, mert néztem a kameraállásokat, és Dávid Andival ment. Hol van az a kamera most már? Itt is meg akarom Bence, nézni. Bence, te mit csináltál itt? Van? Dávid Andival ment. Itt van az Gergő, egyik. Ezt már megcsináltam. Bence meg ja. Ezt már megcsináltam, Gergő, mit van? Yeah. És Gergő. Nem Dávid az. Hát most már biztos. Mondom. Én a bal oldalról jöttem, hol találtad a hullát? Biztos, a nagy a gép mellől jöttem. Vagy... Igen. Fú, mert hol találtad, ugye nem a bal oldalon. Mondd, hogy nem a bal oldalon. Én kitartok volt. Az előző szavazatom mellett, Bence. Én is Bencére szavazok. Gyöngyi, meg mennyi kamerájának? Jó, mondjuk Gyöngyi kamerái. Legkevésbé lehet vízni Gyöngyi kamerája. Kire mondtam? Nem tudom. Vagy, mondom, vagy Gergő, de kire szavaztál, vagy Gyöngyi? Bence. Én Bence-re szavaztam. De mi alapján, könyörgöm? Mert azért, a kameráid nem de várjál, miért nem te, Gyöngyi? Azért, mert legel... Amúgy meg nem rád szavaztam, szóval ez... De ne, én csak kérdezem, ne, én nem tudom, azért kire szavaztam. Nem én tudom, ki nem én vagyok a gyilkos. Hely, ki mondta? Dávid mondta azt, hogy Andi, gyere, menjünk együtt. Mit tudom én tudom. És meg van hal. És a Dávid. Jaj. Tehát, hogy én nem tudom, hogy eddig rohangált Dávid Andival, de az biztos, hogy Dávid most már halott. Halott? És miért nem Andi, te miért nem vagy az? Úristen, ez igaz.
Úristen, hát Dávid Andival ment. Úristen, igazad van. Hát kamerá, nekem ez Gyöngyi már most ez nagyon fura így. Gyöngyi, amikor így beszélsz, ez olyan fura. Hát tényleg, úristen, Bence engem akart. Én vagyok az. Szinte igen. Na jó. Nézd, Gergőt, nos, vagy. De nem, Andi nem lehetett, annyira őszintén mondta. Most mi az, hogy folyamból mondta? Igen, azt mondom, hogy szerintem Andi lesz az, ne. Mert ugye Andi... Csináljátok. Gyöngyi, nagyon ellenem akarsz beszélni. Jaj, de azért, mert tényleg igaz, amit Gergő mondott, hogy vele volt Dávid, vagy ez Bence mondta, vagy nem? Én mondtam, de... Képesztő. Nem ölt meg Dávid. A kamerás szoba. Mész ahhoz, Gyöngyi? Ne gyere, miért jössz utánam? Gyöngyi, én utánam, Gyöngyi, én utánam, Gyöngyi, Gyöngyi. Ilyenkor nem lehet bejelenteni. Gyöngyi, hagyjál már. Ilyenkor nincs én emergency button. Megcsinálod? Én látni akarom, hogy elrontod a saját szabotázsodat. De miért? Nekem tudjátok, mit tetszett volna a legjobban, ha Andit szavazzátok ki. Igen, én nem annyira igaz volt, amit felvetettek, igen. Hogy Andi azt mondta, hogy velem jön, de pont elváltunk, ja. Mikor az oxigén. Nekem muszáj volt Bencét kiszavaznom, mert Bence látta, hogy onnan jöttem, ahol a hulla van. Tehát ő rám gyanakodott, úgyhogy én azért szavaztam Bencére. Kameráim, nem értek semmit, bevallom. Igen, semmit. Amúgy Gyöngyi, én nem tudtam, hogy lehet menni a ventilátorokba, tehát tényleg nem mentem be a izébe. De azokban nem csak elbújni és lehet? Nem, abban nem, lehet. Hát hogy tudsz menni? Menni. De lehet, hogy belülsz, elbújsz, hát úgy, hogy egy rakat megnyomom. Komolyan? Persze. Úristen, ezt én nem tudtam. Hát szerinted én hányszor utaztam már úgy? Hol? Hát most már tudjuk. Elméletileg a ventekbe lehet menni. Igen, nem lehet menni a ventekbe. Én se tudtam. De ugassz egyik ventbe és kijössz egy másik helyen? De hogy? Igen. A VHD-vel? Át lehet menni az egész pályán. Igen. Nem, ott vannak a nyilak és csak rájuk kattintasz. Azt hittem, hogy azok a feladatot mutatják. Itt vagyok. Aj, megyek. Kinga, csinálod? A felső királyász. A kameráktól jövök. Kész. Oké. Okay. Nem akartalak megveszteni, bocsánat. Valaki megcsinálja? Kinga, én megcsinálsz? Én beírtam ezt. Nem, az nincs beírva. Beírtam! 9. Jó, én beírtam. Kinga, nem írtad be. De be volt írva! Úristen! Hát beírtam! Jó, akkor azért miért nem maradt abban? Ne idegesítsetek fel. A kameráimhoz. Nem tudom a kártyát megcsinálni. Most miért nem tudom a kártyát. Gyilkostam. Tényleg furi. Tényleg furi. Gergőnek kellett helyette beírni. Érteltál meg itt? Nem, mert én írtam be. De nem. Hát nem, de hát de már mikor? Igen. Kinga, hát én voltam az első, aki odaért. De nem múlt el. De nem múlt el. Mert máshol még nem írták be. Ó, Istenem, nem szeretem ezt a letöltőset, még akkor nem látom egy csomó ideig sok. Jaj, ne! Jó, memória játék, úgyhogy engem felejtsetek el, ez egy fél óra. Lezárt itt az ajtó. Bence, voltam. Már voltam. Nem, már nekem is lezárt. Lezárták itt az ajtót. Hello. Nekem még egy küldetésem van. Jó. Akkor ja, lezárják ilyenkor mindenhol az ajtókat? Jó. Én meg vagyok a küldetések. Külön lehet lezárni az ajtókat amúgy. Ó, hát ez nagyon jó. Vannak már tippjeink? Az is tényleg. Tényképpen ki tudod vászni, melyik ajtót akarod lezárni. Nagyon megyek. Én is. Tentinél leszek. És ilyenkor, mikor elvágod a boxikén... Oké, okay, jó. Gyöngyi itt haladt el a Kinga hullája mellől. Igen, igen. És még és akkor esett akkor össze, akartam. Gyöngyi akkor esett dehogy össze is, a hullája. Dehogyis, miről beszélsz? Jó, okay, na, jó. Látjátok, megint ezt csinálja. Uh-huh. Engem akar bemártani, mikor megint igen. Ő a gyilkos. Férfi ember szavára. Dávid ugyanezt csinálta. Jó. Én nem is mondok többet. Gyöngyi, jó, erősebben én... védenéd be magad, ismerelek. Nem igaz! Hát most miről beszélted? Ismerlek, sokkal erősebben védenéd be magad. Bence, ez rajta fog éppen múlni. Dönt el a hulla, és így sétál el, próbált volna engem is megölni, csak nem volt. Tud... Ugyanez volt, mi? Dávid ugyanezt mondta. Bence, sosem jelentem be a saját hullámat. Ezt uh-huh. Már sokszor megbeszéltük. Hát de ez nem a saját és mi van, hogyha ezt mondod? Ezt nem a saját. Nem, ezt én sose fogom megcsinálni. Én várok. Nem tudom, én még a chatbe bízok. Amúgy Gyöngyi, vagy Andi, te nem halott vagy? Te, nem beszélek. Hát, mégis ellenem akarod az embereket, pedig nem én öltelek meg, biztos tudod. Nem fogok magyarázkodni, mutka is ez hát, volt. Végig magyarázkodtál most is. Most kezdődik a annyira szeretem. Az a lényeg, annyi, hogyha nem Gergő volt,
Vagy hogyha nem Gergő volt, hanem Gyöngyi, akkor megnyerjük. Ha viszont most kiderül, hogy nem, akkor viszont Gergő megölhet még. Igen. És akkor biztos, hogy most Gergő. Megyek, előkapom a kés. Annyi, hogy Gyöngyinél van. Annyira, de még megpróbált bemártani, érted? Itt jön ki ezt, hogy milyen rossz gondolatú. Sokkal erősebben szoktám. Sokkal erősebben. Még Andi olyan szépen eldőlt először. Jaj, ne, még ki nincs itt. Én, Andi. Mi? Juannal meg Iloputival itt vagyok. Az kicsoda. Nem tudom, de... Aki másokat szeretne játszani, de nem baj. Maradjunk ezen a mapon? Én azt a kódot még, írtam be, amit írtatok az előzőnél. Nem maradjunk ezen a mapon, az csak volt. Kamerák, hogy csak úgy kamerák. Tudtok akkor egy újat csinálni? Igen, küldtem. Csami, tényleg ma van a szülinapom, nagyon szépen köszönöm a csillagot. Én voltam az imposztor. Ah, igen. Jaj, de jó, hogy akkor nem kezdtünk vele. De én Juannal akartam amúgy játszani. Amúgy elküldtem a kódot. Juan. Ja. Juan. Lehet Antonio volt álnéven. Halli! Hogy felugrunk erről a kis székről, amikor megjön. Igen. Gyorsan kell. Milyen kis fejünk van. Ezek is babok, nem? Hát, igen, mehetünk itt? Van mehetünk. Juan nincs itt. Juan nincs itt. Ja, Juan nincs itt. Megállni, Juan hiányzik. Száj létszáma 6. Juan hiányzik. Nagyon szépen köszönöm. At all the world of age. Én meg Balázsnak nagyon szépen köszönöm a... Weapons. Ami itt csinál. Köszönöm szépen. Mennyien vagyunk itt. Itt van az egész csapat. Ez megy majd tovább Menheimnek. Nagyon szépen köszönöm. Szívesen. Nem a szülinapodra gyűjtesz, Szandi? De, igazából egy őrült partit. A szülinapi bulira. Egy őrült partit fog volna, csak nem, amíg valaki elhiszi, ne vicceljünk ezt. Jaj, cuki repülő. Gyöngyi, bejöttél a szobába, aztán kimentél? Igen. Egy kört játszhatunk úgy is, hogy lenémítjük magunkat. Izgalmas jó. Lesz. Ez izgalmas. Amúgy tényleg semmit nem lehetne sejteni. Inkább azt mondom, hogy tudjuk gyanúsítgatni egymást már. Igen, múlva. Ez a jó, a barátságunk vége. Olyan, mint a üző játék. Az a társas. Ezt a kártyát kidobom. Hát én kettik tudom mindjárt ezt a kártyát. Igen. A politikai társas játék. Igen. Szia! Uk! Jaj, ne, nekem csak olyan feladataim vannak, amit kettő üzé lépésből állnak. Ami kettő? Kettő. Amúgy én mindjárt megvégzek teljesen. Kártya! Nem tudom lehúzni! Gergő, érzi! Végig kell húzni, és közepes lassúsággal. Ah, ez mi? Sikerül, de satisfying. Mi? Gergő? De hát... Az előbb a kártyát akartad. Igen, szellemként is tudom csinálni. Azt mondja, de satisfying. Azt hittem, hogy volt. Lehúztam. Andi találtam meg. Én találtam meg, de amúgy csak onnan vettem észre, hogy a report felirat megjelent, mert... És már a szék mögött volt meg. Úgy ölték meg a Gergőt, amúgy nem tudom, ki csinálta, de zseniális, hogy eltakarja a szék a hulláját. Hát nem hiszem, hogy szándékos vagy. És hol lett megölve a Gergitto? Itt jobb oldalt, nem tudom pontosan a képen, hol van. Amúgy Kinga, egy kérdést tett fel a Dávid. Én nem tudom, hogy ki lehetett, én skippelek. Én sem tudom, úgyhogy... Van egy sejtésem. És Gyöngyi, te rám szavaztál? Igen, sokat beszélsz. De azért ennek a játéknak a kommunikáció a lényege. Nem, ennek a csoda a lényege, Dávid. Figyelj el a jeleket. Gyöngyi, tuti te vagy az. Ha csinálj, nem még szavazni. Ne jelentsetek. Én is néztem magamnak. Mindegy, mit csinálsz, rá fogok szavazni. Na, ez egy jó játék lesz. Na, mert mondod te, aki mindig rám szavaz amúgy. Édes négy, mi van? Szerintem a Gergő az! De Gergő halott. A navigációs szobába találtam meg. Micsoda? LOL! Valaki meghallgatott az előzőbe. Megnyomhatom a gombot? Persze. Igen, én szeretném, ha megnyomnád a gombot, Bence. Miért lennék halott? Előttem ugrott. Ugyanis mellettem ugrottál ki az előzőből! Ír! Szeretném, ha megnyomnád! Most
most ugrottál ki mellettem, ne csináljátok! A nők mindig tudják az igazat! Srácom az Aj, basszus, kiugrottam a szelőzőből. És elszaladsz! Akkor jöttem éppen, még nem tudok gyilkolni. Te ugrottál ki a szelőzőből. És nem tudok más lehetőséget. Nekem Gyögyi azt mondta, hogy ő mindig tudja... Kinga mindig... Kingát gyanúsított. Hagyjan a tarkadon. Kamerán láttad, Gyöngyi? Igen, igen. Kamerán néztem. Lehet, hogy én biztonsági céget szerelem váltanom. Feltűnt az egyik szobába. Igen, oda Basszus. Jó van, na. Először megnézem, mikor jár le az időm, és utána akarok majd gyilkolni. Na. Amúgy nálam ez annyiszor volt már, hogy szerettem volna gyilkolni, és aztán jöttem rá, hogy de egymás után nem tudok. Miért? Amikor ilyen hülye hangokat adsz ki, akkor hát Gyöngyi is dúdolászott, mikor az szemete. Volt. Dúdolászol, meg rosszul mondod ki az angol szavakat, amikor gyilkos vagy. Na kint a kifásra. Azok a fránya szellőzők, nem Gyöngyi? Most miért akar mindenki a szellőzőt? Ugyanazt Gyöngyi, miért szellőzők van az belőle? Most meg fogsz halni, mindenki kifog. Nézd meg, hát nézd, ez a második, amikor ezt csinálod. Imádom Kingában ezt a... Megjöttél arra! Igen. Na látod, ilyenkor tényleg jó lenne, ha csöndben lennénk. De jó. Azt mondja... Valami sziréna. Igen, olyan. Milyen, mit mondott a sűrű disznó, Bence? Fakond! Fakond! Ez mi volt? A fakond. Majdnem az összes küldetésem egy szobában van. Jó, neked. Mi? Ó, kettőbe jövök. Mi voltunk ott, Bence, mindegy szobában. Ki kell nyírnod az a küldetést? Na jó, van, B+ lettem. Gyöngyi, már megint mit kerestél ott a hát csatornánál, vagy mi az? Gyöngyi, tényleg? Tényleg Gyöngyi? Már megint ott ízlés eltöpertél. Gergő követ. Szerintem amúgy most Kingának kezd lesz, hogy még egy 4-5 körben tolja ezt a csatornás dumát, és aztán ha ő lesz a gyilkos... Akkor is senki nem fog elhinni, hogy a másik mondta, hogy ott volt. Valaki... Micsoda? Ki halt meg? Gyöngyi, itt állok melletted, nem akarsz begyanúsítani? Mentem le, öntöttem volna ki a leveleket, és ott volt Dávid. Ott voltam. Nem rugdostad ki őt is a szellőzőn, hogy hát a kell. Gergő és nem. Gyöngyiből most ilyen izé lett, ilyen csatorna lakó vagy? Nem. Én amúgy itt állok mellette, és most ugrott ki a csatornából. Ajaj, én nem tudom. Vagy Bence, vagy Kinga, vagy Andi. Én azért szavaztam Gergőt, 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 miért szárod ki? Azért, mert Gergő velem volt, ő nem lehetett. És mi van, ha te vagy? Akkor lefizettél a játékban. De te meg miért voltál a csatornánál, Gyöngyi, már megint? Vicces. Nem volt a csatornánál amúgy. Vagyis én tényleg itt állok vele. Éppen lefizet a játékban, hogy nem mondjam, hogy ő a gyilkos. Mivel? Nem tudom. Nem, én nem tudom. Hát vagy Andi, vagy Kinga, vagy Bence. Hát... Vagy Gergő. Aj, a halálom. Valaki biztosan. Vagy Ajda. Vagy én. Volt Dávid, a halálod fölösleges. Bence nagyon sokszor szokott. Most miért én? Mert az elején annyira mondtátok, hogy Gyöngyi az. Akkor még úgy szavaztam, hogy igen. Hát nem is szavaztam. Volt. De vártad volna meg az okfejtés. Bocsánat. Akkor Bence az tanúsítgat megint. Te mondtad azt, hogy hogy... Na Dávid, ki az, elmondhatod? Amúgy Dávid volt az, nem? Igen, megöltem maga. Öngyilkos menéből. És utána bejelentette saját. Látod, hogyha írok? Nem nézem, mert csinál a feladatot. Hát attól Most fogok meghalni. Nem, mégsem. De, majd az oxigén miatt. Akkor menjünk oda. Megyek az alsóba. Óvodás. Bence, járkált egy helybe! Valaki megy, akkor megyek a felsőbe. Én megyek oda, Andi. De ide honnan tudok bemenni? Jó, ez kész. 10 szek, ne szórakozom, hogy emiatt elveszítjük. 5 szek. Öcsém!
3, 2, 8, megcsináltam. 9, jó. Már én beütöttem. Most nem tudok kilépni. Jó. És miért vagyunk itt ennyien? Hát nem írta be senki se. Én írtam, csak lassabb. Andi, annyira csendben vagy. Mennyivel könnyebb szellemként megcsinálni a feladatokat? Megcsináltam mindent. Egyszerűen nincsen senki legyen. Most azért meteorosat csinálom. Ki járkál itt mellettem? A fegyveresnél. Ja, Bence áll itt mellettem. Itt nincs feladat. Na. Voltam már arra. Gyögyi, írtam neked cseten. Jézusom. Elbújtam, keresd meg. Érek, hogy szerintem Dávid az. De már halott vagyok. Nem baj. Hát de azért vagy te Dávid. Mit csinálsz, Andi? Bucskó, miért? Csinálom ezt az összekötőset, tudod, amikor a repülőt kell vezetni. Vonalakra. Bár, nagyon rossz. Egyszerűen nincsen, nem tudom. Én sem tudom amúgy, hogy most ki lehet. Még hány küldetésetek van? Nekem egy. Kemmi... Miért? Attól függ, hogy kitől lesz meg hamarabb? Persze! Benzint töltök éppen. Kétszer kell elhozni ide a benzint. Én súnyi? De hogy vagyok súnyi? Ne vicceljetek. 1, 2, 3, majd ezt a feltöltés, de utálom, mindig 6, hamarabb 7, bezárom. 8, 9. Azt írták neked a csehetem, hogy súnyi vagy? Úristen! És tényleg ezért kérdeztem, hogy kinek hány feladatom van. Szavazni megértésem volt. Istenem! És még az elején elkezdett bemártani mindenkit. Ezt nem tudtam. Szellőzővel. És hogy megállhatod benne az ütőt? Amúgy Gyöngyi tényleg ott volt a szellőzőnél. Egy pillanatra tényleg elhittem, hogy ő az. De baszta, voltál! Miközben te voltál! Annyira jól csináltad, hogy elhitted még azt is, hogy Gyöngyi. Ezt elhittem, hogy ő az. Amikor ott lehet, nem találtad a gombot, vagy milyen észre ilyen sokáig? Behúzottam a sarokba. Mert akkor még nem járt le a másodperc. Jaj, kiszépen kiváltad, én már megváltam. Nem sarokba, sorry! Gyöngyi, milyen voltál? Te megnézted végig, ahogy meghal, vagy Gyöngyi, mi? Mész a csatornádba? A szoba, hogy egyik végében. Nézd csak! Megláttam, hogy Kingenek leteljen az idő. Na, megnézem, hogy nekem milyen lesz a vércsoportom. Vegyek a feladatom már. Remélem nullás. Akkor a basszusbe azt mutatja? Nullás pluszos. Itt vagyok. De jó. Itt vagyok az alsónál. Megyek a felsőhöz, Bence, te is menj az alsóhoz. Megoldjátok? Jó, akkor addig másolom a fájlokat. Ja, jó, oké. Ezt beírtam. Csak nem halul meg. Senki nem jön! Mindenki hagyja már, hogy megoldjatok. Megoldottam, ne aggódjatok. Csak idő kellett, még beírom a kódot. Fene a nagy számba. Szellőzés! Már mi? Megint, Kinga, te folyamatosan előzőséget kikijelented, na hát... Ki? Dávid. De én csak csináltam, itt álltam a wifi-nél. Én a wifi-nél álltam. Én a szellőzőben elhúzik. Nem tudom, kinek higgyek. Én itt vagyok pont, meg tudom csinálni az alsót. Na, felsőben megint oxigén. De most akkor King a szellőzőbe láttál valakit kiugrani, vagy sem? Hát én nem tudom, én úgy láttam, mintha ott lett volna. Ne, mártsá be! Tudod jó, hogy nem mentem be a szellőzőbe. Honnan tudnám jól? Mert én nem a szellőzőn álltam, hanem a wifi-t csináltam. Vagy töltöttem le azokat az adatokat. Amúgy az a baj, hogy most tényleg egy helyen van a kettő, így nem tudom megmondani. Na, ugye. Szóval még mielőtt azt mondanád, hogy helyett, meg ott egy hula. Jézusom! A másik szobába itt hallottam. Itt egy hulla! Hol volt ez a hulla? Inga, én nem hiszem el! Tényleg ott állsz a szobába? És nem veszed észre, hogy ott van egy hulla? Bence, hello. Ez te vagy! És miért? Engem! Mert őket volt bent a szobában! Na várjál, én mi nem... Mi nem beszélünk erről, tudod? Én nem mondtam semmit. Várjál, én racionális ember vagyok. Bence, miért gondolod, hogy a Kinga? Ott volt két hulla a szobában? Nem hiszem azt, hogy a Kinga. Én csak azt mondtam, hogy nem veszi észre. A Kinga nem, nem a gyilkos, csak azt mondtam, hogy nem veszi észre, hogy ott van egy hulla a szobában vele együtt. A szellő. De Kinga már sokszor nem vette észre. Kinga, te? Észre. Hát én meg mentem, és Bence jött utánam a szobába, hogy ó, Kinga, nézd, itt egy hulla. Igen.
Meg King az előző körben volt, nem? És ettől miért lennék én gyilkos? Igen, ezért miért lennem? Bence. Azért, mert olyan nyugodtan, te már voltál abban a szobában, és te csak olyan, ó, Kinga, nézd, mint hogy már tudtad volna, hogy amúgy ott igen, van. Ez elég gyanús. És Bence múltkor rám szavazott, szóval én Bence. Könyörgöm megint a nőknek, de ki fogják saját magukat, úgyhogy létszi, ne hallgass rájuk. Én nem merek itt dönteni. De ha mint át... Én nem túl, hát te biztos túléled, Bence. Igen, 2 gyanúm van, 3. Igen, és ő meg. Annyira vannak rajtam. Jó, ennyire van, nekem is 3 van rajtam kívül. Nekem 1, Bence. Ez még nagyon csavaros lenni ez a kör. Igen. Csináljátok a küldetést, így van. Esély nyerni. Mi már megcsináltuk nekem a küldetéseinket. Nekem még van 2. Na, én nézem most Kingát, és most rohadtul lefekem. Gyere, megcsináltad a küldetéseket, Bence? Azt mondja, gyere, Kinga, gyere! Megcsináltátok a küldetéseket? Nekem még van 2, csak hát folyamatosan ezeket kell csinálnom. Dávid van itt a... Igen, itt van, én itt vagyok a Lentinél. Most megölhettelek volna simán, Dávid, ez Star Jays-ben. 2, 6, 7, 0. Andi! Hogy is a gyöngyi? Én nem voltam. Ne, hát ne csináld már, hát ott jöttél be. Bence, Bence, ez tök egyértelmű. Igen, láttad, hogy de jó, hogy nem hallgattál a nőkre? Igen, ez kifejezetten jó volt. Milyen jó? Kinga, te meg borzasztó van. Gyöngyi, légy szíves, Gyöngyi. Én hallani akarom, ahogy Gyöngyi elmondja, hogy ki az. Dávid az? Dávid volt, mert bejött. Dávid volt. Dávid volt. Halljátok? Amúgy... Én csak azért Dávid szólaltam volt. Meg. De srácok, azért szólaltam meg. Azért szólaltam meg, mert nem emlékeztek, hogy az elején mondtam, hogy srácok, Gyöngyi itt áll a ventilátoron, és utána megölt. Nem hallom. Amikor megtaláltátok a hullámot, rögtön tudhattátok volna, mert pont utána lettem csendbe. Megmentetted ezt a kört, Dávid, te jó ég. Azt az eget. Hát igazából... Kellett, de miért nyírtad ki? Tudta Gyöngyi, hogy oda fogunk menni. Nem tudtam, azt hittem, hogy messze. És már írom a kódot, mondom, 2-0-7. Nem is értem, ment oda hozzád. Nem, mert nekem láttad, gyanús, hogy... nekem az volt gyanús, hogy Kinga még nem írta be a kódot. De akkor már elkezdtem írni, és mondom, hát közben ölt meg. Hát mondtam a számokat, mondom, 2-7-0, és vége volt. Nem hagyhattam. Ne kövessél már. Nekem mondtad? Igen. Jönni mások a szobából. Tudtam, megálltál, és nagyon ijesztő voltál. Annyira nem szeretem, mikor itt szét vannak szórva a küldetése. Mit tippeltek ki az? Még nem hát, látom. Én mondom. Nem látom senkit gyakorlatilag. Elmegyek a kameráimhoz. Jaj, de jó. Jaj, tényleg ez egy... Úgy, hogy szeretem a kameráidat. Gyöngyi, melyiket mész? Mert nem minden. Mert mégis megölném a kameráiban. Az egy... Na tessék, megyek oda ment a kameráihoz. Az alsóhoz, itt vagyok az alsónál, írom. Na megyek a kameráimhoz. 0, 8, csináljátok? 3, 5, 9. Én, melyik az alsó? Én itt vagyok, én, ott az én az alsónál vagy. Az adminat beírtam. Jó, oké, akkor megyek a másikhoz. Vagy nincs ott? Andi, Dávid, jött, Ajda. Én azt hittem, hogy elintem. 7 másodperc. De írja valaki. Én nagyon, jó. Én nem írom. Okay. Messze már be van voltam, jó, már be van írva. Oké. Okay. Kizárta be a kafetéria ajtaját. Ah, vére. Ne már. Nekem utolsó küldetésem jön. Szobaikban van. Nekem is. Na mi van? Béna gyilkos, buta. Miért halott? Ja nem, van még egy küldetésem. Mert mindjárt kész vagyunk az összes küldetés. Oké, itt van Dávidnak a hullája, a béna gyilkos éneklése után. Bence is? Én is. Fejbőtöttek, majd lelőttek. Bence, szerintem akkor tudom ki volt, akkor tudom ki volt. Tehát, elmondom. Várjál, egy kicsit. Kíváncsi leszek, igen. Én meg Bence. De Dávid, te csendben vagy. Nagyon mondjam meg. Várjál, mert azért kíváncsi vagyok Gyöngyire. Hát azért mondja el. Igen. Szóval, azért gondolom, hogy Andi volt, mert amikor beindult ugye a szabotás, akkor egy kicsit utánéztem, hogy Bence meg Andi elindult. Láttam, hogy Bence kimegy ugye a feketébe, Andi megköveti. Egy kicsit visszamentem, majd megint előre, de csak Andi jött vissza, és amikor utána mentem, Bencét nem találtam sehol. Mert szaladt megcsinálni a oxigénes cuccot, nem? Tehát vagy az volt, hogy miközben szaladt, Bence már szaladt. Ja, megölték, és nem találtam a hullát.
Vagy nem, pedig... Séta vagy szaladás, nem ugyanaz vagy? Ja, de nem az volt, hanem valaki már, amikor Bence odaért. Igen, meg Gergő, én láttam, hogy ketten vagy hárman szaladnak az oxigén felé, és mivel ott volt egy feladatom, ezért inkább azt csináltam. Hát de mikor az O2-kor? Igen, ugyanúgy hát lehet csinálni akkor a feladatokat. Bocs, de... Hát, mondtam hát is, az a legfontosabb, hogy ne halljunk én meg. Én láttam, de hát mondom, ha ketten-hárman arra szaladtok, akkor nem érdekel, mert akkor megcsináljátok, meghagyjátok. Azért ez nehéz, mert... Bocs, nem akartam visszaszaladni. Kinga biztos, hogy nem gyilkos, mert ő nagyon nem beszél most. Én skippelek, én tudom, hogy nem beszéltem. Nem úgy csak, hogy így nem nagyon védem. Gyanúsági faktor is lehetne. És mi van, ha nem vagyok egy gyilkos? Nem akarom gyanúsítani. Hát gyanúsítsál nyugodtan. Hát, szavasz ki, tudod mit? Szavasz ki, én vagyok a gyilkos. Szavasz ki, vagy tudod mit? Nem tudom, Zsidit. Jó, akkor nem. Szavasz ki engem. De amúgy te mártottad be Andit. Azért szavaztam. Én azért szavaztam legfőképp Andira, mert te bemártottad. Azért ez is furcsa, nem? Uszít minket! Igen! Megint de hogy uszítás. Így? De miért uszítasz? Ne, menj innen! Oké, okay, itt van Kinga, ölj meg előtte! Én elmegyek, ölj meg a Kinga előtt! Ölj meg a balát! Ölj meg a Kinga előtt! Gergő jön utána, igen, én megyek. Hogy eltegyen lábaló! Oké! Okay. Valakinek nem tetszik? Nem igaz! Úristen, nem Gergő a szerintem! Tényleg? Mondj újat! Na, Kinga, meghaltál, vagy mi lett? Nem! Andi, miért jössz újnére utánam? Mert az oxigénes cuccért szaladtam, hogy most ne legyek gyanús. Én megyek a fentibe. Most? Fentibe. Jó, ezt beírtuk már ketten is. Akkor megvan az admin, ami még jó. Nekem megvannak a küldetéseim. Nekem is. Akkor kinek nincs? Valaki nem csinálta. Megcsinálom. Egy van még, hát ahhoz... Nekem is sok van, de hát én nézelegettem. Viszont nekem ez az utcsókör most. Sajnos nem akarom elrontani a kedveteket. Nem. Amúgy mi is éhesek vagyunk. Írtam, hogy nekem hétig jó most. Most? Most, ma. Na, itt vagyunk gyülekező. Szerintem Andi az. És miért? De... Mert mondom, amit az előbb is elmondtam. Bence kiállt, ha ki. Reaktor! Szaladok akkor. Jövök. Megyek az alsóhoz. Jaj, nem erre. Ilyen nem nézi a térképet. Tartom az alsót. Gyöngyi, te mennyit csináltál itt? A feladatom az nem csináltam meg. Tartom az alsót. Jöttem a felsőhöz. Meg ez van kész, megcsináltuk okay. Kinyava. Akkor szavazzuk ki Gyöngyit, azt mondom. Jó. Hát, nem, miért? Tényleg, nyomjátok meg. Megnyomjuk. Kinek van még? Minek? Gyöngyinek. Ha, na igen, most mi? Jó. Na most mi lesz? De, na most mi lesz? Csaj, ki meghalt? Gyöngyi, na várjatok! Lesz, hulla vagy, én nem tudom, lesz. Hogy én nem vagyok. Na ha jó, oké. Okay. Akkor én... Az? Én nem vagyok. Én tudom. Ez biztos. Én se vagyok. Sem, okay. Senki sem a... Ebben a körben most nem akkor senki se imposztor Andi, ebben a körben. Andi, hol jó, volt akkor... Gyöngyi? Nem láttam, én veled csináltam a reaktort. De nem, hol találtad meg? Nem sehol, találtam, meg, nem találtam meg, benyomtam a gombot. Miért nyomtad azt be? Hogy, mert azt beszéltük meg, hogy megyünk Kingával szóval kiszavazni a Gyöngyit. És tudjátok, hogy miért Gergő az? Azért, miért? Mert mikor mi elmentünk Andival megcsinálni a reaktort, ti ketten nem jöttetek. De én mentem az alsóhoz. De mert nem értem oda, mire megcsináltál? Amúgy az én feladataim készen vannak már mióta. Az Gyöngyinek nem is. Voltak kész, tehát most akkor innentől kezdve vagy, akkor kinek nincs kész? Mert akkor már meg kellett volna nyerni a játékot. Én megcsináltam az összes feladatot. Hát én is. Jó, én ezt is tippelem. Kinek van még... izéje? Nem tudom. De a halottak közül valakinek van még feladata? Nekem halottak nincs semmi tippem meg. Így, hogy most Gyöngyi meghalt. Nekem már nem volt feladatom. Én nem tudom. Igazából mindegy, mit nyomsz, mert ketten már skippeltünk. Ja, akkor skip. Ennek jó, sok értelme volt ennek a beszélgetésben. Igen, ez egy nagy... Én nem vagyok, én se. Oké, okay, akkor skip. Tudjátok, hogy ilyen jó, én nem tudtam, hogy meghalt Gyöngyi. Én se. Érdekes, rögtön Gyöngyire utána gondoltam. Lett a... Be... Valaki Mártás... csinálja már meg azt az egy... Micsodát? Küldetés. Ez az. Most még úgy sörhet a gyilkos. Viszont oda csalhat minket, hogy megcsinálhassuk, és utána megöl minket.
A reaktor? Ha csak addig valaki nem csinálja meg azt az egy küldetést! Az de most ki nem csinálta meg te azt az egy küldetést? Hát na, nem, nekem megvan mindenem, azt nem... Nyomom az alsót. Akkor ki nem csinálta meg? Valaki a felsőt. Jó, megyek. És szaladok. Jövök. Ja, te az alsónál vagy? Kösz, tudtam, hogy az annyira tudtam, hogy te vagy! Nem tudtad, Kinga, ne mondd, hogy tudtad. Nem beszélhetek ilyenkor. Annyira buták voltak a kurisztok! Nem csináltam meg a feladataimat. Gyöngyit, azt hittem, hogy itt a vége. És utána megölt Gergő, és nem csináltam meg. De nem tűnt föl. Srácok, de nem tűnt föl, hogy ti ketten Andi meg a Kinga egyszerűen voltatok, mikor Gergő egy találkozott! De még gyöngyivel poénkodtunk is! Istenem, mégis öltem! Jó, tényleg nagyon hülyék voltak! Hát tényleg hülyék voltunk Kingával! Volt valami, hogy tényleg nagyon hülyék voltak! Meg lett volna, mert kitaláltam! Hallod, én úgy döltem hátra a székembe, hogy oké, itt most kiszavaztok, hát annyira egyértelmű. És a lányok tipikus, a lányosan elkezdtek egymással izélni, hogy hát... De, és így, úristen, hát sem megbeszéltem. Nem csak jó szívek akartunk lenni, de nem érdekel. Jó szívek te, aki végiggyilkoltál az előbb mindenkit. Képesek voltak az utolsó, legfontosabb öreszkivel. Gergő meg így, hát akkor jó. Jó, én nem ellenkeztem. Nem ellenkeztem. Mit csináltak? Mit csináltak? Nagyon jó. Rosszul éreztem magamat. Jó, hogy tényleg jó volt, csapat hadnánk. Kérdjük. Iszonyat kérdés. Na, egyre jobb emberek vannak itt, Bence. Kérdője. Hát most nekem a lombit is, akkor végül ők eljátszod. De köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Aztán majd még jövünk. Köszi szépen. Jó. Így van. Sziasztok. Sziasztok.